Béli megint a lényegre tért. Most valamivel mélyebb hangon beszélt a szokottnál. Mr. Gramionis említette már a robotikai intézet vezetőjének a nevét. – Megismételné? – Kelden Amadirónak hívják. – Innen el tudom őt érni? – Igenis, meg nem is, felelte Gramionis. A titkárával vagy az asszisztensével biztosan tud beszélni, de őt magát valószínűleg nem érje el. Eléggé zárkózott ember hírében a. Nem ismerem személyesen. Néhányszor láttam már, de még sohasem beszéltem vele. Ezek szerint nem magával tervezteti a ruháit és ápoltatja a testét? Azt hiszem, senkit sem alkalmaz ilyen célra. Meg is látszik rajta, de ezt nehogy visszamondja neki. Biztosan így van, ahogy mondja, nem fogom visszamondani ígérte Béli komolyan. De bármilyen zárkózott ember is, én szeretnék személyesen találkozni vele. Önnek van távnézője? Mert akkor megpróbálnám őt felhívni. Majd Brundi elintézi. Szívesebben venni, ha a társam Déniel próbálná meg. Ugye megengedi? Hát hogy ne? mondta Gremionis. Ott van bent a készülék. Gyere, Déniel! A hívószám 75 30 ap 20. Daniel meghajtotta a fejét. – Köszönöm, uram! Majdnem teljesen üres volt a szoba, amelyikben a távnézőt elhelyezték. Csak egy vékony oszlop állt az egyik fal mellett. Az oszlop béli derekáig ért, és felül síklabban végződött. Arra tették a bonyolult vezérlőműszert. A padló világos zöld színű volt, de az oszlop egy szürke körben állt. A közelben volt egy másik ugyanakkor a méretű, ugyanolyan színű kör is, de abban nem állt oszlop. Daniel a készülékhez lépett, és abban a pillanatban halvány fehér fény gyúlt a lába alatt. A robot a vezérlőre tette a kezét, és ujjai olyan gyorsan mozogtak, hogy Béli nem is tudta követni őket. Egy másodperc elteltével a másik kör is kivilágosodott, és egy robot jelent meg benne. Hiperdimenziós kép volt, de enyhén vibrált, és ez Béli számára egyértelműen elárulta, hogy csak holografikus ábrázolást lát. A robot mellett egy hasonló vezérmű képe is feltűnt. R. Oliva vagyok, mutatkozott be Daniel, és megnyomta egy kicsit az ert, nehogy a hívást fogadó robot összetévesze őt egy emberrel. A társam Eli Béli megbízásából beszélek. Ő nyomozó és a földről érkezett. Kelden Amidaro mesterrobot szakértőt keresi. Amadíró mesterrobot szakértő most tanácskozik, felelte a robot. Málon szisz is robot szakértő, és megfelel? Daniel gyorsan Bélire pillantott, aki bólintott. Igen, ő is megfelel, mondta Dénjel. Kérd meg Béli nyomozót, hogy álljon oda a helyedre. Én addig megpróbálom megkeresni szisz robot szakértőt. Daniel udvariasan megérdezte. Előbb talán jobb lenne. Hagyj csak, Déniel! szólt közbe Béli. Nem baj, ha várakoznom kell. Iláj kollégám, te most dr. Hám mester mesterrobot szakértőt képviselet, és ő átmenetileg a társadalmi státuszát is átruházta rád. Már pedig akkor nem szabad megváratni. Nem baj, Déniel, zárta le Béli a vitát egy nyomatékos közbeszólással. Nem akarom formális huzavonával vesztegetni az időmet. Déniel kilépett a körből, Béli pedig beállt a helyére. Egy pillanatra enyhe bizsergést érzett, de talán csak képzelődött. A körben álló robot képe elhomályosodott, majd eltűnt. Béli türelmesen várakozott, és hamarosan megjelent egy másik háromdimenziós kép. – Itt Málon is robot szakértő beszél – mondta az alak meglehetősen éles, tiszta hangon. Már rövidre vágott, bronzvörös haja és tipikus űrlakó külsőt kölcsönzött neki, bár egy kicsit szokatlan volt, hogy egy űrlakónak ilyen aszimmetrikus az orra. Iláj nyomozó vagyok, a földről jöttem. Kelden Amidáró mester robot szakértővel szeretnék beszélni. Be van hozzá jelentkezve nyomozó? Nem, uram. Akkor időpontot kell kérnie, de sem most, sem a jövő héten nem tud időt szakítani az ön számára. Nézze, én Iláj Béli nyomozó vagyok, és... Ezt már említette, de semmit sem változtat a lényegen. Jander Panel robot meggyilkolásának az ügyében nyomozok dr. Hanfastov megbízásából, a törvényhozás engedélyével. Jander Panel robot meggyilkolása ügyében? kérdezett vissza Málun Szisz is udvariasan, bár megvetés csendült ki a hangjából. A robotölést is mondhatok, ha jobban tetszik, a földön nem csinálnak ilyen nagy ügyet egy robot tönkretételéből, de itt az Aurórán, ahol a robotot többé-kevésbé ember számba veszik, megengedhetőnek tartom a gyilkosság szóhasználatát. Márpedig akár gyilkosságról, akár robotölésről, akár másról van szó, nem találkozhat egy hamad a Madíró mester robot szakértővel. Hagyhatok neki üzenetet? Hagyhat. És azonnal át is adják neki? Most rögtön? Megpróbálhatom, de nem ígérhetek semmi biztosat. Rendben van. Több pontba szedem a mondani valómat. Ha gondolja, jegyezze az üzenetet. Sziszis is halványan elmosolyodott. Azt hiszem, anélkül is meg tudom jegyezni. Először is, ahol gyilkosság történt, ott gyilkosnak is lennie kell. Lehetőséget szeretnék adni dr. Amadírónak a védekezésre. Micsoda? kiáltott fel Málun Szisz is. Gremion és a szoba másik feléből figyelte a tárgyalást, neki is leesett az álla. Béli megpróbálta imitálni azt a halvány mosolyt, amely csak az imént tűnt el beszélgető partnere arcáról. – Túl gyorsan, mondtam, uram. Mégis szeretné inkább leírni? – Maga azzal vádolja a mesterrobot szakértőt, hogy köze van a Yander Panel ügyhöz? – Éppen ellenkezőleg robot szakértő. Azért kell találkoznom vele, mert nem akarom megvádolni. Semmiképpen sem szeretném az információk hiánya miatt összefüggésbe hozni a mesterrobot szakértő nevét a robot tönkretételével, amikor ő egyetlen szóval tisztázhatná magát. Maga megőrült. Meg lehet, de akkor mondja meg a mesterrobot szakértőnek, hogy egy őrült akar beszélni vele, nehogy gyilkossággal kelljen vádolnia. Ez az első fontos dolog. Másodszor. Tudassa vele, hogy a szóban forgó őrült épp most fejezte be a Santrix Gremionis haj és ruha kihallgatását, és Gremionis házából beszél. Harmadszor tud követni? Igen, folytassa. A harmadik pont tehát a következő. A mesterrobot szakértőnek nyilván rengeteg fontos dolga van a pillanatban, így elképzelhető, hogy nem emlékszik arra, ki az a Santrix Gremionis haj és ruha Magyarázza el neki, hogy az illető az intézet területén lakik, és tavaly sok hosszú sétát tett Glédiával, azzal a szoláriai nővel, aki most az Aurórán él. Földlakó, nem adhatok át ilyen nevetséges és provokatív üzenetet. Akkor mondja azt, hogy innen egyenesen a törvényhozásba megyek, ahol bejelentem, hogy nem tudom folytatni a nyomozást, mert egy bizonyos málon Sziszis magára vállalva a felelősséget, biztosította arról, hogy Kelden Amidáró mesterrobot szakértő nem hajlandó nyilatkozni a jander panel ügyben, és nem védekezik a gyilkosság vágyja ellen. Sziszis elvörösödött. Nem merne maga ilyet mondani. Miért <laughs> ne? Nekem nincs vesztenivaló. De mit szólna az egészhez a közvélemény? Elvégre minden aurórai tudja, hogy dr. Amadíró robotikai szakértelem terén éppen, hogy elmarad dr. Fasztolf mögött. Ha nem dr. Fasztolf a bűnös, akkor kell -e folytatnom. Rá fog jönni földlakó, hogy az aurórai törvények nagyon szigorúan büntetik a rágalmazást. Ez kétség kívül így van, de ha beigazolódnak a doktor Amadíró elleni rágalmak, akkor az én büntetésem minden bizonyal eltörpül majd az övé mellett. Miért nem adja át most rögtön az üzenetet? A doktor Amadíró magyarázatot ad egy-két apróságra, nem lesz sem rágalmazás, sem pedig vádaskodás. Málonszisz is mogorván nézte Bélit. Mindent elmondok doktor Amadírónak, felelte hűvösen. Ugyanakkor határozottan javasolni fogom neki, hogy ne találkozzon magával. Ezekkel a szavakkal Sziszis el is tűnt a színről. Béli most is türelmesen várakozott. Gremionis viszont hevesen gesztikulált, és hangosan assuttogta. – Nem csinálhat ilyet, Béli, ezt nem teheti meg! Béli csendre intette. Körülbelül öt perc elteltével Béli jóval hosszabbnak érezte a várakozást, Sziszis ismét megjelent, és rettentő dühösnek látszott. – Várjon még! – dörögte. Doktor Amadíró néhány perc múlva itt lesz, és beszél magával. – Nincs miért várakoznom – mondta Béli gyorsan. – Már is indulok Doktor Amadíró irodájába. Ott akarok találkozni vele. Kilépett a szürke körből, és jelzett Dénielnek, aki erre rögtön megszakította az összeköttetést. Gremionis levegő után kapkodott. – Földlakó, nem beszélhet ilyen hangon dr. Amadíró alkalmazottaival. – Pedig megtettem, – válaszolta Béli. – Dr. Amadíró elintézi, hogy tizenkét órán belül kitoloncolják az auróráról. – Ha nem jutok előbbre ennek a homályos ügynek a tisztázásában, talán ugyanúgy kitoloncolnak 12 órán belül. – Éláj kollégám, attól tartok, Mr. Gramionis aggodalma jogos, – szólt közbe Daniel. Az aurórai törvényhozás csak így büntethet, mivel nem vagy aurórai állampolgár. Ragaszkodhatnak viszont ahhoz, hogy a földön szigorú büntetést kapj, és ott teljesíteni fogják ezt a kérést. Ebben az esetben nem tehetnek másként. Nem szeretném, Ilay kollégám, ha ilyen megtorlás várna rád. Én sem kívánom, Daniel, mondta Béli lassan, de kénytelen vagyok vállalni a kockázatot. Mr. Gramionis, sajnálom, hogy el kellett árulnom, honnan beszélek, de mindenképpen rá akartam bírni Amadirot a találkozásra, és gondoltam, így sikerülhet. Végül is igaz volt minden, amit mondtam. is csak ingatta a fejét. Ha tudtam volna, mi jár a fejében, Mr. Béli, nem engedtem volna meg, hogy a házamból hívja. Ezek után biztos, hogy el fogom veszíteni az állásomat. Milyen kárpótlást tud nekem nyújtani ezért? Mr. Gramionis, megteszek minden tőlem telhetőt azért, hogy ne veszítse el az állását. Bízom abban, hogy nem kerül bajba miattam. Ha viszont nem járok sikerre, nyugodtan mondja el rólam, hogy őrült vagyok, esztelen vádakkal illettem magát, és azzal fenyegetőztem, hogy megrágalmazom, ha nem bocsátja a rendelkezésemre a készülékét. Ezt biztosan el fogja hinni dr. Amadíró. Elvégre jelentette már neki, hogy megrágalmaztam magát, nem igaz? Béli búcsút intett. – Isten önnel, Mr. Gremionis. Még egyszer köszönöm a segítségét. Ne aggódjon. – És ne felejts el, amit Glédiáról mondtam. Béli Déniel és Zsizkát közé ékelődve távozott Gremionis házából, és szinte nem is tudatosult benne, hogy odakint a külvilág vár rá. A ház elé érve viszont már egészen másképp látta a helyzetet. Megtorpant és körülnézett. – Furcsa, jegyezte meg. Nem gondoltam, hogy ilyen sokáig voltunk bent, pedig tudom, hogy az aurorán a megszokottnál rövidebbek a napok. – Mi a baj, illáj kollégám? – kérdezte déni aggódva. – Nem hittem volna, hogy ilyen hamar lemegy a nap. – Nem ment még le a nap, uram – szólt közbe Zsizkán. – Körülbelül két óra van hátra napnyugtáig. – A készülődő vihar miatt van ilyen sötét, illáj kollégám – magyarázta Déniel. Már sűrűsödnek a felhők, de még egy darabig nem fog kitörni a vihar. Béli testén borzongás futott át. A sötétség önmagával véve nem zavarta, sőt, kifejezetten megnyugtatónak találta a feketeség látszólagos falát, biztonságosabbnak érezte így a külvilágot, mint nappal, amikor viszont kitágul a látóhatár, és minden irányban megnyílik a tér. Most az nem tetszett neki, hogy nem volt éppen se nappa, se éjszaka. Újra megpróbálta felidézni magában a külvilágban zuhogó eső emlékét. Aztán hirtelen felötlött benne, hogy hóesésben sohasem járt még odakint, és nem is nagyon tudta elképzelni, milyen lehet a szilárdák kristályosodott esővíz. A leírások biztosan nem árulnak el mindent. A fiatalabbak néha kiártak csúszkálni, szánkázni, meg mi egymás, és mindig az izgalomtól remegve, de örömmel tértek vissza a city falai közé. Ben egyszer egy ódon könyv leírása alapján sílécet akart magának fabrikálni, aztán amikor kipróbálta, félig betemette őt a szélhorta fehér anyag. Ő elmondta, milyen volt látni és érezni a havat, de Béli még azt a beszámolót is bizonytalannak és elképzelhetetlennek találta. Persze, igazi nagy havozásban senki sem merészkedett ki, megvárták, míg a csapadék szétterül a földön. Béli arra gondolt, egyetlen dologban ért egyet mindenki, csak akkor havazik, amikor nagyon hideg van. Most nincs nagyon hideg, inkább csak hűvös. Tehát azok a felhők nem havat hoznak. Mindez azonban csak csekély azt jelentett a számára. A Földön látott már felhős napokat, de ez most egészen más volt. A föld egét szürkés fehér felhők szokták borítani, amelyek vastag felhőt akaró esetén is határozottan világosabbnak látszanak, mint ezek az eperszínű, kísértetiesen palasárga, aurórai páratömegek. Talán ennek is az az oka, hogy az aurórán narancsárgában a fény, mint a földön. – Szokatlannak számít ez a szín az égen? – kérdezte Béli. Déniel felnézett. – Nem, Iláj kollégám, jön a vihar. És gyakran van errefelé felé vihar? Az évnek ebben a szakaszában gyakran alakulnak ki zivatarok. Ez sem jött meglepetésszerűen. A tegnapi és a ma reggeli időjárás előrejelzésben is szerepelt. Jóval napkelte előtt vége lesz, és a földeknek szükségük van a csapadékra. Az utóbbi időben a szokásosnál kevesebbet esett. És ez a hideg is normális jelenség? Ó, persze, de talán szálljunk be a légpárnás autóba, Iláj kollégám. Az utas teret fel lehet fűteni. Béli bólintott, és elindultak a fűvön parkoló jármű felé. Ott volt, ahol ebéd előtt hagyták. Aztán Béli váratlanul megtorpant. Várjatok csak, nem kérdeztem meg Gremionisztól az Amadíróházhoz vagy irodájához vezető utat. Nem szükséges megkérdezned, Iláj kollégám, – mondta rögtön Déniel, aki közben finom, de határozott nyomást gyakorolt Béli könyökére, és tovább vezette a kocsi felé. – Zsizkár barátunk memóriájában megvan az egész intézet térképe. Ő majd elvisz minket a közigazgatási központba. Minden bizonyal ott van dr. Amadíró irodája. A rendelkezésemre álló információk alapján megerősíthetem ezt a feltételezést, szólalt meg Zsizkár. Dr. amadiro csak ugyan abban az épületben van az irodája. Ha azonban valami oknál fogva nem tartózkodna ott, akkor is megtaláljuk a házában, amely nincs messze onnan. Béli újra beült az előső ülésre, és szokás szerint mindjárt közrefogta őt a két robot. Most különösen déni jel jelenlétét tudta értékelni, akinek a teste emberi meleget árasztott. Igaz, hogy Zsizskát hőszigetelő, textilszerű anyagból készült külső borítása sem volt kifejezetten hideg, fémes érintésű, de a fázós földlakó inkább elhúzódott tőle. Béli már-már átölelte Déniel vállát, hogy közelebb húzza magához a robotot, de aztán még idejében észbe kapott, és zavartan az ölébe ejtette a kezét. Nem tetszik nekem ez az időjárás, jegyezte meg rosszalóan. Déniel talán azért váltott témát, mert el akarta terelni Béli figyelmét a külvilágról. Eli kollégám, honnét tudtad, hogy dr. Vazília is arra bíztatta Mr. Gremionist, hogy tovább udvaroljon Miss Nem emlékszem, hogy erre nézve bizonyítékot tudtál volna szerezni. Nem is volt rá bizonyíték, felelte Béli de meglehetősen szorult helyzetben voltam ahhoz, hogy hazárdírozni próbáljak, és olyasmit állítsak, aminek nagyon kicsi a valószínűsége. Glidia elmondta, egyedül Gremionis volt olyan kitartó, hogy többször is ajánlatot tegyen neki. Arra gondoltam, esetleg féltékenységből ölte meg Jandert, bár nem ért a robotikához. Aztán megtudtam, hogy Fastolf lánya, Vazília is robot szakértő, és külsőre hasonlít Glédiára. Feltételeztem, hogy Gremionis, akinek tetszett Glédia, talán előzőleg Vaziliához vonzódott, és a gyilkosság a kettőjük közös műve. Vaziliát is csak úgy tudtam rábírni a beszélgetésre, hogy előzőleg halványan céloztam egy ilyen összeesküvés lehetőségére. De hát nem esküdtek össze Ilái kollégám, tiltakozott Dénjel. Legalábbis nem Jander elpusztítására. Egyébként együtt sem tudták volna végrehajtani a bűntényt. – Ez igaz. Vazília mégis ideges lett, amikor arra utaltam, hogy köze van Gremionishoz. – Miért? – Amikor Gremionis elmondta, hogy előbb Vaziliához, később pedig Glédiához vonzódott, arra gondoltam, hogy ő és Vazília ugyan nem kötöttek egymással szövetséget, és a nő valamilyen másokból sugallta Gremionisnak a próbálkozást, de a viselkedése közvetetten mégiscsak Jander halálát célozta. Abból, ahogyan Vazília a feltevésemre reagált, arra kellett következtetnem, hogy ő is benne van a dologban. És a sejtemben beigazolódott. Vazília csak ugyan arra buzdította Gremioniszt, hogy próbálkozzon Glédiánál. Gremioniszt megdöbbentette, hogy tudok erről, és én ennek is hasznát láttam, mert ha valami ártatlan kis afférról lett volna szó, nem csináltak volna belőle titkot, már pedig kiderült, hogy Vazília szerepe titok volt a javából. Emlékezz vissza, Vazília egy szóval sem mondta, hogy győzködte volna Gremioniszt. Amikor megemlítettem neki, hogy a férfi felajánlkozott Glédiának, úgy tett, mintha akkor hallana először. De miféle jelentősége van ennek, Iláj kollégám? Remélem, előbb vagy utóbb ez is kiderül. Nekem úgy tűnt, se Vazília, se Gremioniszt nem tulajdonít az ügynek túl nagy fontosságot. Tehát, ha egyáltalán van jelentősége, akkor egy harmadik személynek is benne kell lennie a dologba. Ha a Jander ügygel is kimutatható valamilyen összefüggés, akkor a harmadik személy egy vaziljánál is képzettebb robot szakértő, talán éppen Amadíró. Ezért utaltam az előbb összeesküvésre, mondván, hogy kikérdeztem Gremioniszt, és az ő házából beszélek. Ez a trükk is bejön. Akkor sem értem, mit jelent mindez, Iláj kollégám, Hát még én sem, csak néhány feltevésem van, de talán a kiderül valami. Tudod, annyira síralmas a helyzetünk, hogy a találgatással és a hazádírozással sem veszíthetünk semmit. A beszélgetés közben a légpárnás autó a magasba emelkedett. Átugrott egy bokorsort, és most megint füves síkságok és kavicsos utak felett szállt. Béli észrevette, hogy az átlagosnál magasabbra nőtt fű egészen meghajlik a széltől, mintha egy, az övékénél is nagyobb, láthatatlan légpárnás autó száguldana arra. – Zsizkár, szólt Béli. – Ugye te felvettél minden egyes beszélgetést, amely a jelenlétedben hangzott el? – Igen, uram. – És szükség esetén le is tudod játszani a felvételeidet? – Igen, uram. – Könnyen ki tudod keresni egyes emberek bizonyos mondatait? – igen, uram, nem kell végighallgatnia ehhez az egész felvételt. Szükség esetén tanúskodhatná bíróság előtt? Még hogy én? Nem, uram, felelte Zsizkár és mereven nézte az utat. Ügyes parancsokkal hazugságra lehet bírni egy robotot, és ilyen esetben sem a bírói fenyegetések, sem más szankciók nem változtatnak a tényeken. Ezért a jog nagyon bölcsen nem fogadja el a robotok tanúskodását. Akkor viszont mit érnek a felvételeid? Az már egészen más kérdés, uram. Egy felvételt, ha egyszer elkészült, legfeljebb letörölni lehet, de egyszerű parancsokkal lehetetlen változtatni rajta. Ezért ezeket elvileg elfogadhatják bizonyítékgyanát. Igaz, hogy erre még nincs precedens. Így a kérdés megítélése a konkrét ügy jellegétől és a bíró személyétől függ. Béli nem tudta megállapítani, mitől lett egyszerre annyira rehangolt. Vajon csak Zsizkár válasza kedvetlenítette, vagy a tájra telepedő kellemetlen fakófény is hatással volt rá? Zsizkár, tudsz vezetni ilyen mostó látási viszonyok között? kérdezte a nyomozó. Természetesen tudok, uram, de valójában nincs is szükség a látásomra. Az autónkat komputerizált radarral szerelték fel, amelynek segítségével akkor is ki tudná kerülni az akadályokat, ha én valamilyen okból fogva hibáznék. Tegnap reggel is ez az üzemmód volt bekapcsolva, amikor olyan kényelmesen utaztunk az elsötétített ablakok mögött. – Iláj like, kollégám! – szólalt meg ismét Déniel, hogy elterelje a szót az utazásról és enyhítse Bélinek a vihar felett érzett aggodalmát. Van remény arra, hogy dr. Amadiru a segítségünkre lesz? Zsizkár leállította az autót egy hosszú, de nem túl magas épület előtt elterülő nagy, füves területen. A ház gazdagon díszített homlokzata nyilvánvalóan új volt, pedig olyan benyomást akart kelteni, mintha régi lenne. Bérinek nem volt szüksége magyarázatra. Tudta, hogy a közigazgatási központ előtt állnak. A szemlélezés közben sem felejtette el, hogy még nem válaszol Dénia kérdésére. Nincs remény. Az a gyanúm a madíró sokkal okosabb annál, hogy akár csak a legapróbb bizonyítékkal is szolgáljon saját maga ellen. Ha tényleg így lesz, mi a következő lépés? Hm, még nem tudom, felelte Béli, és az a kellemetlen érzése támad, hogy egyszer már átélte ugyanezt. Azért majd megpróbálok kitalálni valamit. Az épületbe belépve Béli először is megkönnyebbült, mivel eltűnt a szem elől a külvilág nyomasztó fénye. Aztán keserű derültség lett úrrá rajta. A lakóépületek mind-mind tipikusan auróraiak voltak. Béli egy pillanatra sem érezte magát a földön, amikor Glédia nappaliában ült. Fasztov érkezőjében reggelizett, Vazília dolgozószobájában beszélgetett, vagy Gremioni távnézőjét használta. A négy lakás különbözött egymástól, de volt egy közös vonásuk. Valamennyi egészen más volt, mint a föld felszín alatti lakhelyei. A közigazgatási központnak viszont ezekkel ellentétben kifejezetten hivatalos levegője volt, és úgy látszik a hivatalos helyek, bárhol legyenek is, hasonlítanak egymásra. Ezt az építményt nem lehetett egy napon említeni az aurórai lakóépületekkel, ahogyan Béli city hivatali épületei is más stílusúak voltak, mint a lakókerületek házai. Az auróra és a föld két különböző világ, de furcsa módon a hivatali épületek meglepő hasonlóságot árulnak el. Béli az aurórára érkezése óta most először érezte úgy egy pillanatra, hogy a földön jár. Ezt éreztették vele a hosszú, hideg, csupasz folyosók és a fényforrások, amelyeket úgy terveztek, hogy ne zavarják a szemet. Olyan tárgyak is voltak itt, amilyeneket a földön hiába keresett volna. Néhol cserepes növényeket helyeztek el, ezek a fény nyújtóztak, és Béli feltételezte, hogy automatikus öntözőberendezés gondoskodik róluk. A földi épületekből hiányoztak ezek a díszítő elemek, és Bélit egyáltalán nem lelkesítette fel a látványt. Nem lehet, hogy néha eldőlnek ezek a cserepek? Talán vonzák a rovarokat, és lecsöpöghet róluk a víz. Bizonyos dolgokat viszont hiába keresett volna a földön, a city falain belül mindig mindenhol, még a legridegebb hivatali épületekben is hallatszott az emberi és gépi hangok sajátos moraja, a testvériség serény zümmögése, ahogy a politikusok és az újságírók nevezték. Itt viszont csend honolt. A lakóházakban Bélinek nem tűnt fel a csend, hiszen minden más is természetellenes volt. Kívülről hallatszott a rovarok zümmögése és a növények susogása a szélben, és ő inkább erre figyelt fel, semmint az emberiség morajának a hiányára. Újabb népszerű földi kifejezés. Ez a hely viszont valamelyest emlékeztette a földre, így a gyászos csend legalább annyira zavarta, mint a mesterséges fény narancssárga tónusa, amely a csupasz fehér falak között feltűnőbb volt, mint a gazdagon díszített lakóházakban. Béli nem merenghetett azonban sokáig. A főkapun belül Déniel feltartotta a kezét, és ezzel a mozdulattal megállította társait. Fél percbe is beletelt, mire Béli a nagy csend hallatán önkéntelenül is suttogva megkérdezte – Mire várunk? Tanácsos várni egy kicsit, Iláj kollégám, mondta Déniel. Biztonsági erőtér húzódik előttünk. Micsoda? Biztonsági erőtér, Iláj kollégám. A sugárzás a belépő ember idegvégződéseire hatva éles fájdalmat idézelő, a robotokat viszont nem zavarja. De bárki lép is be az erőtérbe, a riasztó berendezés azonnal bekapcsol. – És honnan tudod, hogy itt biztonsági erőtér húzódik? – kérdezte Béli. – Könnyen észreveheti az, aki ismeri a tipikus jelenségeket, ilány kollégám. Mintha remegne egy kicsit a levegő, és az erőtér mögött egy kicsit zöldesebb a fal. – Egyáltalán nem biztos, hogy én észrevettem volna, még ha tudom is, milyen jellemzőket keresek. – miért Béli. – Ha most tovább megyek, komoly fájdalmaim lennének. Mi véd meg ettől a kellemetlenségtől egy gyanútlan, ártatlan jövevényt? Az intézet dolgozói semlegesítő készüléket hordanak maguknál, a látogatók pedig mindig egy vagy több robot kíséretében érkeznek, és a robotok mindenképpen felismerik a veszélyt. Az erőtér túloldalán a folyosón egy robot közeledett feléjük. Sima fényborítása előtt viszonylag könnyen észre lehetett venni, hogy remeg a levegő. A robot ügyet sem vetett Zsiszkárra. Rövid ideig hol Bélire, hol Dénierre nézett. A jelek szerint tétovázott. Aztán döntött, és Bélit szólította meg. Talán Déniel emberibb, mint egy ember, gondolta a nyomozó. – Mi a neve, uram? – kérdezte a robot. – Iláj Béli nyomozó vagyok a földről. Két robot van velem, Déniel Oliva és Zsiszkár Reventrov, dr. Fasztov személyzetének a tagjai. – Igazolja magát, uram! Erre Zsizkár melkasán halványan foszforeszkálva megjelent egy szám. Én kezeskedem a két társamért, barátom, mondta Zsizkár. A robot egy pillanatig tanulmányozta a számot. Nyilván összevetette a memóriájába táplált információval, aztán bólintott és azt mondta: Az azonosítást elvégeztem, átmehetnek. Dénjel és Zsizkár rögtön el is indult, Béli viszont sokkal óvatosabb volt. Előbb kinyújtotta az egyik karját, hogy megbizonyosodjon arról, csak ugyan eltűnte az erőtér. – Az erőteret kikapcsolták, illány kollégám – nyugtatta meg ő Daniel. Majd csak akkor jelenik meg újra, amikor elhagytuk a biztonsági zónát. – Jobb félni, mint megijedni – gondolta Béli, és ugyanolyan óvatosan haladt tovább, míg jóval túl nem ért a zóna feltételezett határát. A robotok a türelmetlenség vagy a rosszallás legapróbb jelenélkül várták, hogy utolérje őket. Aztán felléptek egy spirálszerűen kanyargó meredek rámpára, amelynek széltében csak két ember számára jutott hely. Így az intézet robotja állt elől, mögötte Béli és Déniel egymás mellett. Déniel most is finoman, szinte gyámkodóan fogta Béli könyökét. Leghátul pedig Zsizkár zárta a sort. Béli észrevette, hogy cipője orra felfelé mutat. Egy kicsit kényelmetlen volt így, és a földlakó arra gondolt, eléggé fáradtságos lenne előre lendülve felmászni ezen a meredek rámpán. Vagy a cipője talpának, vagy a járda felületének tapadnia kellene, hogy le ne csúszson róla, de egyik sem tapadt. Mr. Bailey szólalt meg váratlanul az intézet robotja, mintha figyelmeztetni akarná valamire, és maga is erősebben kapaszkodott meg a korlátban. A következő pillanatban a rámpa széttagolódott, egyes elemei lépcsőfokokat képeztek. Ezután a mozgó lépcső megindult felfelé. Egy teljes fordulat után áthaladtak a mennyezeten támadt nyíláson. Amikor a lépcső végre megállapodott, már egy szinttel magasabban voltak. A lépcsőfokok újra eltűntek, a négy utas pedig leszállt. Béli kíváncsian nézett vissza. Gondolom, ezt azok is tudják használni, akik lefelé akarnak menni. De mi van akkor, ha egy adott időszakban többen akarnak felfelé utazni? Akkor a lépcsősor fél kilométerre felnyúlna az égbe, vagy ellenkező esetben lekanyarulna a föld alá. Ezt a spirált csak felfelé tartó utasok használják, magyarázta Daniel halkan. Vannak külön lefelé menő spirálok. De egyszer ennek is vissza kell mennie, nem? Amikor a szalag eléri a legfelső vagy a legalsó szintet, felgöngyölödik, és amikor senki sem használja, visszatér eredeti helyzetébe. Az, amelyiken az előbb utaztunk, éppen most göngyölődik vissza. Béli hátra nézett. Elképzelhetőnek tartotta, hogy a sima felületű spirális járda valóban lefelé tart, de egyetlen jellegzetes pont sem volt rajta, melynek mozgását figyelemmel kísérve bizonyosságot szerezhetett volna. És ha valaki akkor akarja használni, amikor teljesen felgöngyölödött, akkor az illetőnek várnia kell, amíg le nem ér a szalag. Egy percbe sem telik, de a hagyományos lépcsők is vannak, iláj kollégám. És a legtöbb aurórai nem idegenkedik a használatuktól. A robotok is mindig azokat veszik igénybe. Neked, mint látogatónak, csak udvariasságból ajánlották fel a spirált. Az a folyosó, amelyen most haladtak, egy a szokásosnál díszesebb ajtóban végződött. Tehát még udvariaskodnak is velem. Ez minden esetre biztatójel, állapította meg Béli. Talán az is biztató volt, hogy az ajtó kinyílt, és a küszöbben megjelent egy nyurga, aurórai férfi. Déniel mint egy öt centiméterrel magasodott Béli fölé, de az idegen még nála is magasabb volt, legalább 8 centivel. Szélesválló, erős, kerekarcú férfi volt, sötét, göndörhajjal, kreol bőrrel és hagyma alakú orrral. De az volt rajta a legfeltűnőbb, hogy barátságosan mosolygott, és ettől láthatóvá vált a kisé előreugró fehér fogai. – Ön tehát, Mr. Béli, a híres földi nyomozó! – üdvözölte az idegen. – Azért jött el a mi kis bolygónkra, hogy bebizonyítsa, micsoda elvetemült gazember vagyok. – Jöjjön, kerüljön csak a bejjebb! Isten hozta. Nézz el nekem, hogy asszisztensem Marlon Sziszis robot szakértő esetleg azt a benyomást keltette, hogy nem vagyok hajlandó szóba állni önnel. Tudja, is igen, óvatos fickó, és sokkal fukarabbul bánik az időmmel, mint én magam. Oldalra lépett, hogy bebocsássa Bélit, és tenyerével finoman megpaskolta a mellette elhaladó földlakó vállát. Béli még egyszer sem volt tanulja ilyen barátságos gesztusnak az aurórán. Óvatosan megkérdezte, így is tartott attól, hogy túl messzire megy. – Ön Kelden Amadíró, mesterrobot szakértő? – Pontosan, pontosan. Én vagyok az, aki le akarja söpörni dr. Fasztolfot az Aurorai politika színpadáról. De szeretném meggyőzni önt, hogy ettől még nem vagyok szükségszerűen hét próbás gazember. Elvégre én sem próbálom bebizonyítani, hogy dr. Fasztolf tevő, csak mert a saját teremtménye szenvedte meg egy őrült vandalizmusát. Szegény Jander, inkább úgy mondhatnám, be fogom bizonyítani, hogy Fasztolf téved. Könnyedén intett a kísérő robotnak, aki erre belépett a vendégek mögött, és beállt egy fal mélyedésbe. Ahogy az ajtó bezáródott, a madíró derűsen helyjel kínálta béli Míg egyik kezével egy jól kipárnázott karosszékre mutatott, a másikkal két szabad fal mélyedés felé irányította Dénielt és Zsiszkárdot. Billy észrevette, hogy Amadiro olyan sóvárgó pillantást vetett Dénielre, mint a ragadozó az áldozataira, de aztán nyomban visszatért arcára a mosoly. Billy már arra gondolt, talán csak képzelődött, amikor egy pillanatra megváltozni látta Amadiro vonásait. Mivel hamarosan mostoha időjárás köszönt ránk, tekintsünk el attól az amúgy is kétes értékű gyenge napvilágtól, javasolta a Béli nem tudta követni a madíró ujjainak mozgását az asztalra helyezett kapcsolótáblán, de tény, hogy a következő pillanatban az ablakok elsötétettek, és lágy narancsárga fény gyúlt a falban. Ettől aztán még szélesebbnek látszott az aurórai mosolya. Igazság szerint, Mr. Béli, nekünk kettőnknek nincs sok beszélgetni valunk egymással. Voltam olyan elővigyázatos, hogy míg ön útban volt ide, felhívtam Mr. Gremionist. A beszélgetésünk alapján aztán úgy döntöttem, Dr. Vaziliával is beszélek. Nyilvánvaló, hogy ön, Mr. Béli, mindkettőjüket bűnrészességgel vádolta Jander elpusztításában, és ha jól értem, engem is védkesnek hisz. Én csak kérdéseket tettem fel nekik, dr. Amadíró, és jelen látogatásomnak is ez az egyetlen célja. Nyilván így van, ahogy mondja, csak hogy ön földlakó, így érthetően nincs tisztában a tettei súlyával. Őszintén sajnálom, hogy ennek ellenére viselnie kell majd a következményeket. Talán tudja, Gremion is jelentette nekem, hogy ön megrágalmazta őt. Igen, említette, pedig szó se volt rágalmazásról. Félreértette a szavaimat. Amadíró lebigyeztette az ajkát, mintha mérlegelni a nyomozó kijelentését. – Azt hiszem, a saját szemszögéből önnek igaza van, Mr. Béli, de nincs tisztában a rágalmazás aurórai fogalmával. Grammy jelentését kénytelen voltam tovább küldeni az elnöknek, és ennek következtében nagyon valószínű, hogy önt legkésőbb hónap reggel kitoloncolják erről a bolygóról. Természetesen sajnálom, hogy így kellett lennie, de attól tartok, a nyomozás lassan a végéhez közeledik. Megint a madíró. Béli visszahőkölt. Nem tudta mire vélni a madíró viselkedését, és váratlanul érte, hogy ennyire összezavarodtak a dolgok. Gremionis zárkózottnak írta le az intézet vezetőjét, Sissis szavaiból pedig az derült ki, hogy szeret önkényeskedni. A személyes találkozás alkalmával a madíró derűs, közvetlen, barátságos emberben nyomását keltette, bár, ha hinni lehet a szavának, ezen közben hideg számítással a nyomozás lezárása érdekében ügyködött könyörtelen ellenfél volt, de egy pillanatra sem tűnt el arcáról a sajnálkozó mosoly. Vajon melyik lehet a madíró igazi arca? Béli önkéntelenül is a fal mélyedésben álló Zsiszkár és Déniel felé pillantott. A primitívebb Zsiszkár természetesen kifejezéstelen arccal bámulta semmibe, míg a fejlettebb Déniel nyugodtan, csendesen szemlélődött. Béli valószínűtlennek tartotta, hogy Déniel rövid élete során találkozhatott Amadíróval, Zsizkár viszont jó néhány évtizede a világon van, így ő talán már korábban is ismerte a férfit. A nyomozó összepréselte az ajkát. Ráeszmélt, hogy előre megkérdezhette volna Zsizkádot Amadíró jelleméről, és akkor most talán könnyebben meg tudná ítélni, mennyiben őszinte, illetve mennyiben kiszámított a robot szakértő viselkedése. Béli azt kérdezte magától, vajon miért nem használja bölcsebben a szolgálatába állított robotokat, vagy miért nem informálta őt Zsizkár magától. Persze igazságtalanul hibáztatja a robotot, hiszen Zsizkár nem képes az eféle önálló cselekvésre. Kérésre mindig készségesen szolgál információval, de önként soha. A író nyomon követte Béli tekintetét. Úgy látom, egyedül vagyok hármójuk ellen, mint látja, egyetlen robotom sincs itt az irodában. Igaz ugyan, hogy a hívásomra rögtön megjelennének. Ön viszont elhozta Fasztolf két robotját, az öreg, megbízható Zsizkárdot és a tervezés csodáját Dénielt. Látom, mit ismeri, jegyezte meg Béli. Csak hírből. Valójában most látom őket először közelről, Robot szakértő létemre, majdnem azt mondtam, hogy hús- és vér alakban, bár emlékszem egy hipervíziós műsorra, amelyben Daniel szerepét egy színész alakította. Úgy látszik, az összes világ valamennyi lakója látta azt a műsort, morfondírozott Béli. Ez aztán alaposan megnehezíti az életemet, pedig én élő ember vagyok, és mint ilyennek korlátozottak a lehetőségeim. Miattam nem kell aggódnia felelte Amadíró, még szélesebb mosolyjal az arcán. Biztosíthatom, hogy egy percig sem vettem komolyan az ön fiktív megjelenítését. Gondoltam, hogy a valóságban nem szuperzsaruk, és ez így is van. Máskülönben nem vádaskodna ilyen otrombán és jogsértően az aurórán. Dr. Amadíró, higgy el, hivatalosan senki ellen nem eveltem vádat. Csak nyomozok, és mérlegelem a lehetőségeket. Ne értse félre, szabadkozott Amadíró váratlan őszinteséggel. Én nem vádolom ön semmivel. Földi mércével mérve bizonyára kifogástalanul viselkedett. Csak hogy most az aurórai viszonyokhoz kellene igazodni. Mi hihetetlenül kényesek vagyunk a jó hírünkre. Doktor Amadíró, önök sokkal durvább rágalmakkal illetik Dr. Fasztolfot, mint én önöket. Igaza van, felelte Amadíró. De én köztiszteletben álló aurórai személyiség vagyok, és némi befolyással is rendelkezem, míg ön földlakó, és senkire sincs befolyása. Tudom, hogy ez így, ahogy van, teljesen igazságtalan, helytelenítem is, de hát a mi világaink sok mindenben különböznek egymástól. Mit lehet tenni? Ráadásul a fasztóf elleni vád bizonyítható, és be is fogjuk bizonyítani, attól a pillanattól kezdve pedig szó sincs többé rágalmazásról. Ön akkor hibázott, amikor be nem bizonyítható vádakat kezdett hangoztatni. Most nyilvánvaló kénytelen beismerni, hogy Mr. Gremionis és Dr. Vazilia Aliena sem külön-külön, sem együtt nem tehették működésképtelenné Jandert. Hivatalosan egyikük ellen sem emeltem vádat. Talán nem, de az Aurora nehéz lesz elbújnia a hivatalos szó mögé. Kár, hogy Fasztóf erre nem figyelmeztette, amikor elhozatta ide, hogy megbízza ezzel a nyomozással, amely a dolgok jelenlegi állása szerint kudarcra van ítélve. Béli érezte, hogy legőrbül a szája. Maga is gondolta, hogy Fasztóf súlyos mulasztást követett el. Engem is meg fognak hallgatni, vagy már eldöntötték, hogy kitoloncolnak? kérdezte. Előbb természetesen meghallgatják. Mi, aurórajak nem vagyunk barbárok. Az elnök el fogja olvasni azt a jelentést, melyet továbbítottam neki, és a személyes véleményemet is figyelembe veszi. Valószínűleg a másik érintett féllel Fasztolfal is konzultálni fog. Azután, talán már holnap, mint hármukkal találkozik. Ekkor vagy valamivel később meghozza a döntését, amit aztán jóvá hagy a törvényhozás. Biztosíthatom, minden jogszerűen fog megtörténni. Nem kétlem, hogy ragaszkodnak majd a törvény betűihez, de mi van akkor, ha az elnök már döntött, és semmit sem fogadnak el abból, amit mondok? Mi van akkor, ha a törvényhozás automatikusan hozzájárulását adja a már meghozott döntéshez? Elképzelhető, hogy így lesz. Amadiro most nem mosolygott, viszont látszott rajta, hogy szórakoztatja a beszélgetés. Ön radikálisan gondolkodik, Mr. Béli, ennek örülök. Azoknak, akik az igazságról álmodoznak, gyakran csalódniuk kell. És ez igazán kár, mert ők általában egészen csodálatra méltó emberek. Amadíró tekintete ismét déni jelen állapodott meg. Nagyszerű munka ez a humanoid, mondta. Elképesztő, Fasztóf mennyire tud titkot tartani. És nagyon nagy kár, hogy Jander oda vezet. megbocsáthatatlan bűnt követett Dr. Fasztov tagadja, hogy közel lenne az ügyhöz, uram. Persze, hogy tagadja, Mr. Béli, ez csak természetes. Ugyanakkor azt állítja, hogy nekem van hozzá közöm? Vagy ez a gondolat teljes egészében az ön agyában született meg? Nincs ilyen elképzelésem, felelte Béli határozottan. Egyszerűen csak szeretnék feltenni önnek néhány kérdést az ügyel kapcsolatban. Ami dr. Fasztolfot illeti, róla nem állíthatja, hogy rágalmakkal illette a személyét. Ő ugyanis biztosra veszi, hogy önnek semmi köze ahhoz, ami Janderrel történt, mert nincs meg a kellő szakértelme egy emberformájú robot tönkretételéhez. A Béli ezzel a kijelentésével ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból, nem sikerült. Amadiro változatlanul jó fogadta a sértést. Ebben is igaza van Fasztófnak. A szükséges tudással rajta kívül egyetlen élő vagy halott robot szakértő sem rendelkezik. Gondolom, ez a szerény úriember, a mesterek mestere is ezt állítja magáról. Természetesen. Akkor viszont hogyan magyarázza a Jander működés képtelenné válását? Azt mondja, baleset volt, a véletlen műve. Amadíró felkacagott. <laughs> És kiszámította, mekkora a valószínűség egy ilyen véletlennek? Igen, mester robot szakértő, de egy végtelenül valószínűtlen esemény is bekövetkezhet, főleg akkor, ha bizonyos történések növelik ennek az esélyét. Milyen történésekre gondol? Ha, remélem egyszer erre is rájövök. Ha már elintézte, hogy kitoloncoljanak engem erről a bolygóról, azt legalább megengedi, hogy kikérdezzem? Folytathatom a nyomozást, amíg törvényesen meg nem tiltják a tevékenységemet? – Mielőtt válaszolna doktor, Amadíró kérem, vegye figyelembe, hogy a nyomozásnak törvényesen még nem vetettek véget, és azon a bizonyos meghallgatáson, akár holnap lesz, akár később, meg tudom önt vádolni azzal, hogy nem hajlandó válaszolni a kérdéseimre. Ez befolyásolhatja az elnök döntését. Nem fogja befolyásolni, kedves Mr. Béli. Ne higgye, hogy keresztül tudja húzni a számításaimat. Ennek ellenére, ameddig csak kívánja, rendelkezésére állok, és válaszolok a kérdéseire. A legmesszebb menőkig együttműködöm önnel. Ha másért nem, hát azért, hogy végignézhessem, hogyan próbál a jó fasztóv kimászni abból a kalamajkából, melyet a meggondolatlanságával okozott. Nem fog sikerülni. Mr. Béli, én nem vagyok különösebben álló alkat, de meg kell mondanom, Fasztolfot nem mentheti fel az a tény, hogy az áldozat a saját teremtménye volt. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Fasztolf megtette, amivel vádolja, így önnek minden szava rágalmazásnak minősülhet. Ezért tegyük most félre az ellenségeskedést, és térjünk a tárgyra. Információra van szükségem. Rövid, lényegre törő kérdéseket fogok feltenni, és ha ugyanígy válaszol rájuk, hamar végzünk. – Nem, Mr. Béli, nem ön fogja megszabni ennek a beszélgetésnek az irányát – a Amadíró. – Feltételezem, hogy az egyik vagy mindkét robotja teljes egészében rögzíti az itt elhangzottakat. – Igen, én is azt hiszem. – Én viszont biztos vagyok benne. Nekem is van itt egy felvevő berendezésem. Ne higgye, hogy rövid válaszok egész sorát fogja kihúzni belőlem, amelyeket aztán Fasztolfia vára fordíthat. Olyan hosszan fogok válaszolni, ahogy kedvem tartja, és a kijelentéseim nem adnak majd okot a félreértésre. A saját hangfelvétel készítése is ezt a célt szolgálja. A madíró barátságos állarca mögül most először bújt ki a farkas. Rendben van, de a szándékosan túl hosszú vagy kitörő válaszait is megőrzi a felvétel. Ez nyilvánvaló. Most, hogy ezt tisztáztuk, kérhetek egy pohár vizet? Természetesebb. Zsizkár szolgált ki Mr. Bélit. Zsizkár rögtön előlépett a fal mélyedésből, és a szoba túlsó végében elhelyezett bár szekrényhez sietett. Hallatszott, hogy jégkockák koccannak egymáshoz, aztán a robot hamarosan letett az asztalra egy nagy, vízzel teli poharat. Köszönöm, Zsizkár, hálálkodott Béli, és megvárta, míg a robot visszatér a helyére. Doktor Amadíró, ha jól tudom, maga a robotikai intézet vezetője. Jól tudja. És ön hozta létre az intézetet? Igen, amit látja, rövid válaszokat adok a kérdéseire. Mióta létezik az intézet? Már évtizedek óta érlelődött bennem a gondolat. Legalább 15 éve elkezdtem magam köré gyűjteni a hozzám hasonlóan gondolkodó embereket. 12 éve kaptuk meg az alapítási engedélyt a törvényhozástól. 9 évvel ezelőtt kezdődött meg az építkezés hat éve pedig az aktív kutatómunka. Jelenlegi formájában két éve létezik az intézet, és a hosszú távú terveinkben a terjeszkedés is szerepel. Most hosszan válaszoltam, uram, de sok tényt közöltem. Miért találja szükségesnek az intézet létrehozását? Most nyilvánvalóan terjengős válaszra számít. Válaszoljon úgy, ahogy kedve tartja, uram, felelte Béli. Ekkor egy robot apró szendvicseket és más apró süteményeket hozott be egy tálcán. Egyik ételfajta sem tűnt ismerősnek Béli számára. Megkóstolta a szendvicset, ropogott a fogai alatt. Nem volt kellemetlen az íze, de nehezére esett lenyelnie az utolsó falatokat. Megitta rá a maradék vizet. Amadíró szórakozottan figyelte, aztán megszólalt. Meg kell értenie, Mr. Béli, hogy mi, auróraiak, különös emberek vagyunk. Tudom, az űrlakok általában fura teremtmények, de én most kifejezetten az auróraiakról beszélek. A földlakók, az őseink, erre a többség nem szívesen gondol. De mi itt egy úgynevezett önkiválasztó rendszert hoztunk létre. Mit jelent ez, uram? A földlakók hosszú ideje egy mindinkább túlépesedő bolygón élnek. Visszahúzódnak a még zsúfoltabb településeikre, azokba a kaptár és szerűt szitikbe. Milyenek lennének azok a földlakók, akik elhagyják a szülő bolygójukat? Sivár és ellenséges bolygókra költöznek, hogy ott új társadalmakat hozzanak létre a semmiből. De ők maguk saját életünkben már nem nagyon élvezhetik az új korszak áldásait. Mondhatnám az általuk ültetett fák, még csak csemeték lesznek, amikor ők meghalnak. Gondolom, elég különös emberek azok, akik ilyesmire rászánják magukat, felelte Béli. Nagyon is különös emberek. Ők a tömegből kiszakadva is tudnak élni, és képesek elviselni az ürességet maguk körül. Sőt, kifejezetten kedvelik a magányt. Szeretik egyedül végezni a munkájukat, egyedül oldják meg a problémákat. Nem vegyülnek el a tömegben, hogy mások vállára helyezzék át a nyomasztó terhek súlyát. Egy szóval individualisták ők, Mr. Béli. Individualisták. Ezt én is belátom. A mi társadalmunk pontosan ilyen emberekre épül. A külső világokon, a meglévő különbségek ellenére mindenhol előtérben marad az individualizmus. Mi az aurórán büszkénk vagyunk az önállóságunkra, nem akarunk birkanyáj módjára élni, mint a földlakók. Ne így, ahogy gúnyolódni akarok, amikor ezt a metaforát használom. Az öni egy másfajta társadalmi berendezkezés, amit én nem tartok kívánatosnak, de gondolom az önök számára azért még lehet kényelmes és ideális. Dr. Amadiro, mi köze ennek az intézet megalapításához? A büszke és egészséges individualizmusnak is van hátránya, Egyedül a legnagyobb elmék sem tudnak gyors tudományos haladást elérni, míg ha évszázadokon keresztül munkálkodnak is, amennyiben nem hajlandók másokkal osztozni a tudásban. Egy fogas kérdés akár száz évvel is hátráltathatja egy tudós munkáját, pedig talán valamelyik kollégája tudja már a választ, csak éppen nem képes hasznosítani az ismereteit. Itt az intézetben megpróbálunk létrehozni valamiféle gondolati közösséget, ahol együtt dolgozhatnak a legkiválóbb robot szakértők. Lehet, hogy éppen egy emberformájú robot létrehozásán fáradoznak? A madírónak felcsillant a szeme. Persze, azt hiszem ez eléggé nyilvánvaló a Fasztorf által kidolgozott interszekciós analízisnek nevezett új matematikai módszer először 26 évvel ezelőtt tette lehetővé humanoid robotok tervezését, de Fasztov nem hozta nyilvánosságra a felfedezését. Csak évekkel később sikerült leküzdenie minden technikai nehézséget, és akkor dr. Sartonnal együtt az elmélet alapján megtervezték Dénielt. Aztán Fasztorf már egyedül alkotta meg Jandert további részleteket is titokban tartotta. A legtöbb robot szakértő ezt látva csak vállat vont. Azt gondolták, ez így természetes. Bennem azonban megszületett egy olyan intézet felállításának a gondolata, amelynek keretében összehangolhatnánk a próbálkozásokat. Nem volt könnyű dolgom. Valamennyi szakembert meg kellett győznöm a terv hasznosságáról, meg kellett szereznem a törvényhozás hozzájárulását. Fasztolf heves tiltakozása ellenére és hosszú éveken át ki kellett tartanom az elképzeléseim mellett. De végül sikerült. – Miért ellenkezett dr. Fasztov? – kérdezte Béli. – Először is egyszerűen azért, mert ő imádatra hajlamos alkat. Ebben még nem látok semmi kivetni valót. Mindnyájunkban megvan ez a természetes hajlam. Ez az individualizmus vele járója. A baj az, hogy Fasztov a világtörténelem legnagyobb robot szakértőjének tartja magát, és az emberformájú robot létrehozását kizárólag a saját érdemének tekinti. Nem akarja, hogy az ötletét lemásolja a szakemberek közössége, mert az intézet az ő szemében csak egy arcátlan tömeg. Szerintem ő úgy érzi, egy halon tehetségtelen ember fogott össze, hogy elhomályosítsák az ő világra szóló sikerének a fényét. Úgy mondta az imént először is. Ez az oka dr. Fasthoff szembenállásának. Ezek szerint másokokról is tud? A humanoid robotok felhasználásának a kérdésében sem ért velük egyet. Önöknek mi az álláspontjuk, doktor Amadíró. Ne adja a naivat! Dr. Fastolftól nyilván hallott már a globalistáknak a galaxis gyarmatosítására vonatkozó terveiről. Igen. És ha már itt tartunk, dr. Vázília is ecsetelte nekem, hogy milyen tényezők nehezítik a tudományos haladást egy individualista világban. Ettől azonban én még kíváncsi vagyok az önvéleményére is. Nyugodtan feleljen csak a kérdéseimre. Azt kívánja, hogy részlehajlás nélkül elfogadjam dr. Fastolfnak a globalisták terveiről adott értelmezését. A felvétel kedvéért meg is erősíti ezt a feltételezésemet? Vagy jobban szeretné inkább a saját szavaival elmagyarázni a terveit? Ha így fogalmaz, Mr. Béli, akkor csak egyet tehetek. Ez igaz, doktor Amadíró. Nos, rendben. Én, vagy inkább mi, hiszen az intézet dolgozói hasonlóképpen gondolkodnak erről a kérdésről, a jövőre gondolunk. És azt szeretnénk, ha az emberiség mind több új bolygót vehetne a birtokába. Azt azonban nem akarjuk, hogy az önkiválasztás folyamata tönkretegye, vagy megbocsásson, ahogyan a Föld esetében történt, halára ítélje a régebbi bolygókat. Nem akarjuk, hogy legjobbjaink az új világokra költözzenek, és csak a söpredék maradjon hátra. Ugye ezt meg tudja érteni? Folytassa kérem. Minden robotcentrikus társadalom esetében, és az Aurora is ilyen. Az a kézenfekvő megoldás kínálkozik, hogy a robotokat küldjük kigyarmatosítani. Ők felépítik az új világokat, létrehozzák az új társadalmakat, mi pedig, ha eljön az ideje, szelektálódás nélkül követhetjük őket, hiszen az új lakóhelyünk ugyanolyan kényelmes és az igényeinkhez szabott lesz, mint a régi. Így tulajdonképpen el sem kell hagynunk korábbi otthonunkat. De a robotok nem a saját igényeik szerint alakítják majd át az új világot? Csak abban az esetben, ha közönséges robotokat küldünk ki, de mi Danielhez hasonló emberformájú robotokkal is végeztethetjük a munkát. Ők automatikusan a mi igényeinket is figyelembe vennék. Dr. Fastolf ezt ellenzi. Ő nagyszerű dolognak tartaná, ha az emberi lények létesítenének új világokat, félelmetes idegen bolygókon. Nem veszi figyelembe, hogy ez egyrészt számos emberéletet követelne, másrészt pedig a bekövetkezendő katasztrófák nyomán olyan világok jönnének létre, amelyek semmiben sem hasonlítanak az általunk ismertekre. Ahogy a külső világok is különböznek ma a földtől és egymástól? Amadíró arcáról egy pillanatra eltűnt a derű. Elgondolkodott a kérdésem. Most valami nagyon fontosat mondott ki, Mr. Béli. Én csak az auróráról beszélek. Az űrlakó világok valóban sok mindenben különböznek egymástól. Nem is rajongok mindegyikért. Számomra nyilvánvaló, bár talán csak nem tudok szabadulni az előítéleteimtől, hogy közülük a legrégebbi az auróra a legjobb és a legsikeresebb. Nem szeretném, ha sok-sok különböző világ jönne létre, amelyek közül csak egyik-másik hordozna valódi értékeket. Inkább csupa aurórát szeretnék látni megszámlálhatatlan milliónyi ugyanilyen bolygót. Ezért akarom, hogy még az emberek megjelenése előtt ilyenni alakítsanak minden új világot. Egyébként éppen emiatt nevezzük magunkat globalistának. Minket csak ez a globus az auróra érdekel. Tehát a változatosságot nem sokra értékeli, dr. Amadíró. Ha minden egység egyformán jó lenne, akkor talán a változatosság is értékes lehetne, de ha néhány vagy a legtöbb alacsonyabb rendű a többinél, hogyan szolgálhatná az emberiség érdekeit? Mikor kezdik ezt a munkát? Amint elkészültek a kezdéshez szükséges humanoid robotjaink. Eddig csak Fasztófnak volt kettő. Egyet már elpusztított, így jelenleg Déniel az egyedüli példány. A mondat közben Amadíró megint erre pillantott. Mikorra készülnek el az emberformájú robotjaik? Ezt elég nehéz megmondani. Még nem értük utol dr. Fasztolfot. Pedig ő egyedül van, maguk pedig jó sokan. Amadirov vállat vont. Feleslegesen gúnyolódik, Mr. Béli. Fasztolf eleve jóval előttünk járt, és bár az intézet embryonális formában már régóta létezik, még csak két éve kezdtük meg a tényleges munkát. Ráadásul nem érjük be azzal, hogy utolérjük Fasztófot, meg is kell őt előznünk. Daniel remek termék, de ő csak a prototípus. Van még mit fejleszteni rajta. Milyen tekintetben kellene tovább fejleszteni? Természetesen az új modelleket még emberi kell változtatnunk, Férfi, nő és gyermekrobotokra, és egész generációkra van szükségünk, ha az új bolygókon számunkra megfelelő emberi társadalmakat akarunk létrehozni. Azt hiszem, doktor Amadiro, nem lesz könnyű dolguk. Kétség kívül igaza van. Sok nehézséggel kell szembenéznünk. Önnek milyen problémák jutottak az eszébe? Ha emberi társadalmak létrehozására képes robotokat építenek ha mindkét nem képviselve lesz köztük, és egy egész generáció születik, hogyan tudják majd megkülönböztetni őket az emberi lényektől? Fontos lesz megkülönböztetni őket? Talán igen. Ha robotok túl emberire sikerednek, beilleszkednek az aurórai társadalomba, az emberi lények családtagjai lesznek, és attól kezdve nem alkalmasak az úttörő feladatra. Amadíró felnevetett. <laughs> Ez nyilván arról jutott az eszébe, hogy Glédia Delmart gyengét szálak fűzték Janderhez. Láthatja, hogy Gremionisszal és dr. Vaziliával folytatott beszélgetéseim alapján tudom, miről beszélt azzal a nővel. Emlékeztetem azonban arra, hogy Glédia szoláriai és a házasságról alkotott fogalmai nem feltétlenül egyeznek meg az aurórai értelmezéssel. Én nem konkrétan őrágondoltam. Inkább arra, hogy az aurorán sok minden belefér a szex kategóriájába, és ma már elfogadott dolog, hogy valaki robotot válaszol szexpartnernek, holott a robotok csak nagy vonalakban hasonlítanak az emberekre. Ha majd tényleg nem lehet megkülönböztetni a robotokat az emberektől, akkor is megmarad még az utónevelés problémája. Egy robot se apai, se anyai feladatok ellátására nem képes. Felmerül viszont egy újabb szempont. A robotok szükségszerűen hosszú életűek lesznek, hiszen egy ilyen társadalom felépítése évszázadokba is beletelhet. Ha azt akarjuk, hogy hasonlítsanak ránk auróraiakra, egyébként is hosszú életűre kell terveznünk őket. Ez a robot gyerekekre is vonatkozik? A nem felelt. Azok a mesterséges robotgyerekek gyerekek sohasem fognak megöregedni, folytatta Béli. Nem fognak felnőni és megkomolyodni. E tekintetben annyira különböznek az emberektől, hogy nagyon is kétséges, mennyire lesz emberi az a társadalom. Amadíró felsőhajtott. Kiválóan érvel, Mr. Béli. Valóban az a szándékunk, hogy kidolgozzunk egy módszert, amelynek bevezetése után a robotok által létrehozott utódok növekedése és fejlődésre lennének képesek. Legalábbis oly mértékben, hogy ne zavarják meg az ideális társadalom életét. Az emberek érkezésekor pedig vissza lehet állítani a robotokat az eredeti viselkedési mintákra. Talán igen, amennyiben ez szükségessé válik. És a robotutódok létrehozása hogyan történne? Nyilván az lenne a legjobb, ha az alkalmazott módszer minél jobban hasonlítana arra, amit az emberek természetesnek tartanak. Lehetőség szerint ezen igyekszünk majd. Szexuális aktus, megtermékenyítés szülés. Talán. És nem lehet, hogyha ezek a robotok annyira emberi társadalmat hoznak létre, hogy már meg sem lehet különböztetni őket az odaérkező emberektől, akkor ők fognak neheztelni a bevándorlókra, és megpróbálják majd távol tartani őket? Talán úgy viszonyulnak majd az emberi lényekhez, mint önök a földlakókhoz. Mr. Béli, a robotok tevékenységét akkor is a három törvény fogja szabályozni. A három törvény azt mondja ki, hogy nem okozhatnak kárt az embereknek, és engedelmességgel tartoznak nekik. Pontosan. De mi lesz akkor, ha a robotok annyira emberire sikerednek, hogy önmagukat emberi lényeknek tekintik? Lehet, hogy érthető módon saját érdekeiket a bevándorlókijé elé helyezik majd. Kedves, jó, Mr. Béli, miért foglalkoztatja önt ennyire mindez? Hiszen ezek a távoli jövő kérdései az idő előre haladtával tapasztalati úton felismerjük és megoldjuk a problémákat. Elképzelhető, dr. Amadíró, hogy az euróraiak egyáltalán nem fogják helyeselni az ön terveit, amint megértik, miről is van szó. Talán inkább dr. Fasztóf nézeteit részesítik majd előnyben. Gondolja? Fasztóf azt hiszi, ha az auróraiak nem képesek a robotok segítsége nélkül új világokat gyarmatosítani, akkor a földlakókat kell erre bátorítani. Én egyet értek ezzel az elképzeléssel, mondta Béli. Azért ért egyet vele, jó Bélim, mert ön földlakó. Biztosíthatom, hogy az auróraiak nem repesnének az örömtől, a földlakók özönlenék el az új világokat, megépítenék az új kaptáraikat, és billiós, trilliós létszámú galaktikus birodalmat hoznának létre. Ezáltal a jelenlegi külső világok a legjobb esetben is elveszítenék a jelentőségüket, de még az is elképzelhető, hogy kihalnának az űrlakók. Ellenkező esetben viszont humanoid robotok építenék fel az új világokat, szátvitába béli. Majd, hogy nem emberi társadalmakat hoznának létre, és igazi embereket már nem is engednének maguk közé. Fokozatosan kiépülne a robotok galaktikus birodalma, a jelenlegi külső világok pedig a legjobb esetben is elveszítenék a jelentőségüket, de még az is elképzelhető, hogy kihalnának az űrlakók. Az auróraiak akkor már nyilván szívesebben vennék, ha emberek hoznák létre a galaktikus birodalmat. Miért ilyen biztos ebben, Mr. Béli? Azért, mert látom, milyen társadalomban élnek ma. Amikor úton voltam az Aurora felé, azt hallottam, hogy itt nem tesznek különbséget ember és robot között. De ma már világosan látom, hogy ez nem igaz. Az auróraiak talán csak szeretnék, ha így lenne. Még két napja sem tartózkodik itt, és a tapasztalataiból már is ilyen messze menő következtetéseket mer levonni. Igen, doktor Amadíró, talán éppen azért látok ilyen tisztán, mert idegen vagyok. Nem tévesztenek meg a szokások és a tetszetős elméletek. Már az a tény is, hogy a robotok nem léphetnek be a bizalmas helységekbe, az bizonyítja, igenis különbséget tesznek ember és robot között. Így az emberek találhatnak egy helyet, ahol egyedül lehetnek. Mi itt kényelmesen üldögélünk, a robotok pedig áva várakoznak a fal mélyedésekben. Béli ekkor déni erre mutatott. Mi ez, ha nem hátrányos megkülönböztetés? Azt hiszem, az emberek, és ez alól az auróraiak sem kivételek, mindig is fenn fogják tartani ezt a rendszert, hogy ezzel is hangsúlyozzák emberi felsőbb rendűségüket. Elképesztő, Mister Béli. Egyáltalán nem olyan elképesztők ezek a gondolatok, dr. Amadíró. Ön elveszítette a játszmát. Még ha sikerülne is meggyőznie az auróraiakat arról, hogy dr. Fastolf tette tönkre Jandert, Hiába kárhoztatná politikai tétlenségre Fasztolfot, hiába nyerné meg a törvényhozás és az aurórai néptámogatását, a legjobb esetben is csak elodázza a vereséget. Az auróraiak rögtön önellen fordulnának, amint rájönnének, milyen következményekkel járna a terv megvalósítása. Talán jobban tenné, ha mi hamarabb véget vetne a Fasztolf ellen folytatott hec kampánynak, és összeülne vele, hogy kidolgozzanak egy kompromisszumos megoldást, melynek értelmében a földlakók úgy telepedhetnének meg az új világokon, hogy ezzel ne veszélyeztessék sem az auróra, sem a többi külső világ létét. – Elképesztő, Mr. Béli, – mondta megint a madíró. – Nincs más választása, – jelentette ki Béli határozottak. Amadíró egyáltalán nem szeppent meg, sőt, jókedve felszabadultam, válaszolt. Amikor elképesztőnek minősítettem a megjegyzéseit, nem a tartalmokra gondolok, hanem csak arra, hogy egyáltalán kimeri ejteni őket a száján. És még azt hiszi, érvelük valamit. Béli Amadíró mozdulatait figyelte. Az űr lakó elvette a tárcáról az utolsó darab süteményt, a felét bekapta, és szemmel láthatóan jó ízön elfogyasztotta. Kiváló ez a sütemény, jegyezte meg a madíró, persze az is igaz, hogy a kelleténél jobban szeretek enni. De hol is tartottam? Á, <laughs> ah, igen. Mr. Béli azt hiszi, hogy valami fene nagy titokra jött rá az előbb. Gondolja, hogy a mi világunkon nincs mindenki tisztában azzal, amit most elmondtam magának. Feltételezi, hogy veszélyes terveket kovácsolok, de azért kifecsegem őket minden ide idegennek. Ugye arra számít, hogy ha sokat jártatom a számat, előbb vagy utóbb elszólom magamat, és ön kihasználhatja a helyzetet. Nyugodjon meg, ennek nagyon kicsi a valószínűsége az emberi formájú robotok és robotcsaládok, valamint a lehető legemberi kultúra létrehozására vonatkozó terveimet írásos formában rögzítettem és a törvényhozás rendelkezésére bocsátottam. Minden érdeklődő beletekintett az iratokba. – És a nagy közönség ismeri a tartalmukat? – kérdezte Béli. – Valószínűleg nem a nagy közönségnek megvan a saját értékrendje, és jobban érdekli őket, mi lesz ebédre, milyen a hipervíziós műsor, és ki játsza a legközelebbi űrfoci mérkőzést, mint az, hogy miként alakulnak a következő évszázad vagy évezred eseményei. Ennek ellenére ők is ugyanolyan örömmel fogadják majd a terveimet, mint azok az értelmiségiek, akik már tudnak róluk. A tiltakozók olyan kevesen lesznek, hogy nem is érdemes számolni velük. Biztos ebben? Talán furcsájabb, de határozott igennel felelhetek. Attól tartok, ön nincs tisztában azzal, milyen erős ellenérzéssel viseltetnek az auróraiak és általában az űrlakók a földlakók iránt. Megjegyzem, én nem osztom a véleményüket, és most is kellemesen érzem magam az ön társaságában. Nincs meg bennem a fertőzéstől való primitív félelem, nem képzelem be, hogy bűzt áraszt a teste, hogy a jelleme az ellenségemmé tenné őt, hogy társaival összeesküvésző, életem és javai ellen. De a legtöbb aurórai sajnos így gondolkodnak. Talán ez nem derül ki egyértelműen a viselkedésükből, mivel egy ártalmatlannak tűnő földlakóval találkozva illedelmességet erőltetnek magukra. De ha közelebbről megfigyeli őket, kiütközik az utálatuk és a gyanakvásuk. Ha meghallják, hogy földlakók özönlik majd el az új világokat, és megszerzik előlük a galaxist, rögtön követelni kezdik a föld elpusztítását. Még akkor is, ha ez esetben robottársadalomban kell élniük? Természetesen akkor is. Ön azzal sincs tisztában, milyen érzésekkel viseltetünk a robotok iránt. Otthon érezzük magunkat közöttük. Én nem így látom. Szerintem a robotok az auróraiak szolgái. Önök alacsonyabb rendűnek tekintik őket, és csak addig érzik magukat otthon közöttük, amíg megmarad ez a különbség. Borzalmas riadalommal reagálnának viszont egy esetleges szerepcserére. Az, amit mond, csak a föld lakókra lenne igaz. Nem így van, és ez abból is látszik, hogy nem engedik be a robotokat a bizalmasokba. Nem is tudnák mire használni azokat a helyiségeket. Ők máshol tisztálkodnak, kiválasztó szerveik pedig nincsenek. Annyira azért még nem emberszerűek. Ha azok lennének, talán nem alkalmaznánk ilyen megkülönböztetést. Akkor még jobban félnének tőlük. Gondolja? Kérdezte Amadíró. Ostobaságukat beszél. Maga talán fél Dénieltől. Ha egy dologban hinni lehet annak az egyébként nem túl meggyőző hipervíziós műsornak, akkor ön közeli barátságba kerül Déniellel. Ugye most is a barátjának érzi őt. Béli hallgatása önmagáért beszélt, és Amadíró kihasználta az ebből adódó helyzeti előtt. Ön például most közönösen szemléli, hogy Zsizkár némán és ezen is telenül áll egy fal mélyedésben, de a gesztusaiból úgy látom zavarja, hogy dénjel is így tesz. Úgy érzi, ő túlságosan emberszerű ahhoz, hogy robotként kezeljék. Tehát nem fél tőle jobban, csak azért, mert emberi a külseje. De én földlakó vagyok, felelte Béli. Bár nekünk is vannak robotjaink, mi nem robotkultúrában élünk. Ezért az én példámból nem vonhat lemesszemenő következtetéseket. És Glédia, aki Jander részesítette előnyben az emberekkel szemben? Glédia szoláriai, az ő esetében sem ítélhet. Akkor mondjon egy példát. Az ön feltételezései minden alapot nélkülöznek. Számomra nyilvánvaló, hogyha egy robot elég sok emberi tulajdonsággal rendelkezik, akkor el is fogadják embernek. Talán szükséges bizonyítanom önnek, hogy én nem vagyok robot. Beélj azzal, hogy embernek látszom? A végén már akkor senki sem fogja tudni megállapítani a különbséget. Nem számít majd látszólagos vagy valódi embereke azok az auróraiak, akik az új világokban megtelepednek. A lényeg az, hogy így is úgy is auróraiak lesznek, nem pedig földlakók. Bélinek megingott a önbizalma. – Mi van akkor, ha sohasem lesznek képesek emberi formájú robotokat építeni? – kérdezte a madírótól cseppet sem maga biztosan. – Miből gondolja, hogy nem leszünk rá képesek? – kérdezett vissza az űrlakó. – Remélem nem került el a figyelmét, hogy mindvégig többes szám első szemét használtam, mivel többet magadmal dolgozom a probléma megoldásán. Lehet, hogy a középszerű elmék, bármilyen sokat működjenek is együtt, nem tudják elvégezni azt, amire egy zseni egyedül is képes. Mi nem vagyunk középszerűek, mondta madíró Kurtán. Fasztófnak egy napon még kedve támadhat csatlakozni hozzánk. Hm, nem hiszem. Én igen. Zavarni fogja őt, hogy nem tud befolyást gyakorolni a törvényhozásra. Amikor majd látja, hogy a mi terveink szerint kezdődik meg a galaxis gyarmatosítása és az ellenállás hiába való, csatlakozni fog hozzánk. Teljesen természetes, hogy itt tesz majd. Nem hiszem, hogy önök fognak győzedelmeskedni, jelentette ki Béli. Mert még mindig bízik abban, hogy a nyomozás eredményeképpen felmentik Fasztolfot, és sikerül megnehezítenie a mi helyzetünket. Talán tényleg így lesz, mondta Béli elszántan. Amadíró megcsóválta a fejét. – Mit gondol, barátom? Ha tudnám, hogy tehet valamit ellenem, most ilyen nyugodtan ülnék itt és várnám a végzetet. – Azért ő nem olyan nyugodt, minden erejével azon van, hogy lezárassa a nyomozást. Miért törekedne erre, ha biztosra veszi, hogy nem tudok ártani magának? – Nos, valóban tud nekem ártani, mégpedig azzal, hogy demoralizálja az intézet egyik-másik dolgozóját. – Komoly veszélyt nem jelent ránk, de azért idegesítő a jelenléte. Én pedig nem akarom, hogy felborzolja a kedélyeket. Így a módomban el megpróbálok tenni ez ellen, de csak finoman és udvariasan. Ha viszont valóban veszélyes lenne a tevékenysége, akkor mit tudna tenni ellenem, dr. Amadíró? Elintézném, hogy letartóztassák és bebörtönözzék, még ki nem toloncolják a bolygóról. Nem hiszem, hogy az auróraiakat különösebben érdekelni, hogyan bánok el egy földlakóval. – Ön meg akar engem félemlíteni, – mondta Béli, – de nem fog sikerülni. Jól tudja, hogy a robotjaim jelenlétében nem árthat nekem. Elfelejti, hogy csak egy szavamba kerül, és száz robotom terem itt azonnal. Ellenük nem tehetnének semmit a robotjai. Még százan se tudnának ártani nekem. Nem tudják megkülönböztetni a földlakókat az auróraiaktól. Én is ember vagyok, rám is vonatkozik a három törvény. De a robotjaim, anélkül, hogy bántódása esnék, mozdulatlanságra kárhoztatnák önt, amíg tönkreteszik a kísérőit. Téved, mondta Béli. Zsizkár minden szavát hallja, és ha észreveszi, hogy ön hívni akarja a robotjait, ő teszi harcképtelenni magát. Zsizkár eléggé gyors, és az ön még ha sikerülne is idehívni őket, tehetetlenül néznék az eseményeket. Megérteni, hogy bármit tesznek is ellenem, ön húzza a rövidebbet. Azt akarja mondani, hogy Zsiszkárt képes lenne bántalmazni? Ha ilyen áron kell megvédelmezni engem, akkor természetesen arra is képes lenne. Sőt, ha feltétlenül szükséges, akár meg is öli magát. Ezt nem gondolja komolyan. De igen, felelte Béli. Déniel és Zsiszkárt parancsot kaptak arra, hogy megvédjenek. Dr. Fastov minden szakértelmét ladba vetette, hogy a programjukba különös nyomatékot adjon az első törvénynek, és a robotok elsősorban az én épségemet tartsák szem elő. Ezt nem hozták tudomásomra ilyen egyértelműen, de biztos vagyok benne, hogy így van. Hiába vagyok földlakó, ha a robotjaimat választás elé állítják, nem lesz nehéz eldönteniük, hogy inkább önnek ártsanak, mint nekem. Gondolom tisztában van azzal, hogy dr. Fasztov nem töri a nyakát az önbiztonságának a megőrzése érdekében. Amadíró felnevetett és mosolyra húzódott az arca. Biztosan mindenben igaza van, és nagyon örülök, hogy említette a dolgot. Tudja, mint már mondottam, én is rögzítem ezt a beszélgetést. Lehet, hogy az előbbi mondatokat dr. Fasztorf le fogja törölni, de biztosra veheti, hogy az én felvételemen rajta maradnak. Abból, amit ön az imént mondott, kiderül, hogy dr. Fasztov azon munkálkodik, hogy robotok segítségével bántalmazzon, akár meg is ő jön engem. Míg én soha nem tettem utalást arra, hogy fizikai bántalmat akarnék okozni önnek vagy neki. Ennek alapján mit gondol, Mr. Béli, melyikünk a gazember? Azt hiszem egyértelmű a válasz, és ezt talán zászónak is tekinthetjük. Amadíró felállt, még mindig mosolygott. Béli nyert egy nagyot, és szinte öntudatlanul ő is felkelt a helyéről. – Szeretnék azért még valamit elmondani – folytatta Amadíró. – Semmi köze Fasztolfhoz és hozzám. Inkább az ön problémájával kapcsolatos, Mr. Béli. – Az én problémámmal? – Talán pontosabb lenne a földbolygó problémájáról beszélni. Gondolom, ön azért akarja kimenteni Fasztolfot a magaást a veremből, mert azt hiszi, hogy a földlakók ezzel esélyt kapnak a terjeszkedésre. Ne bízzon ebben, Mr. Béli. Nagyon téved. Mondhatnám, alaposan pofára esett. Ezt a vulgáris kifejezést valamelyik földi történelmi regényben olvastam. Nem ismerem ezt a kifejezést, mondta Béli merevem. A lényeg az, hogy egészen másképp fest a helyzet, mint ahogy ön elképzeli. – magyarázta Amadíró. – Amikor majd dőzedelmeskednek a nézeteim a törvényhozásban, vegye észre, nem azt mondom ha netán, hanem azt, hogy amikor, a földlakók kénytelenek lesznek saját bolygórendszerük határain belül maradni. Persze ez igazából az ő érdekeiket szolgálja. Az auróraiaknak lehetőségük lesz a terjeszkedésre és egy végtelen birodalom kiépítésére. Attól a pillanattól kezdve nem fogunk törődni a földdel, hiszen az mindörökre az marad, ami volt. Akkor már mi uraljuk az egész galaxis, és nem fogjuk sajnálni a földlakóktól a nyamvat kis bolygójukat. Még arra is hajlandóak leszünk, hogy igényük szerint kényelmes világgal varázsoljuk a földet. Ha viszont az auróraiak megteszik azt, amit Fasztolf kértőlük, tőlük, folytatta Amadíró, vagyis megengedik a földlakóknak, hogy megkezdjék a gyarmatosítást, akkor idővel egyre többen felismerik majd, hogy a földiek a birtokukba veszik a galaxist, minket meg bekerítenek, bezárnak, romlásra és halára ítélnek. Ezek után már nem válogathatnék a módszerekben. Ha továbbra is jó szándékkal viseltetnek a földlakók iránt, csak fokoznám az auróraiak gyanakvását. Ezért más módszerekhez kellene folyamodnom, akkor pedig a földlakók nagyon, de nagyon rosszul járnának. Ha ön tehát, Mr. Béli, igazán aggódik a hazájáért, akkor meg kell akadályoznia azt, hogy Fasztolf ráerőltesse az auróraiakra a nagyon is téves elképzeléseit. Ön jobban tenné, ha velem kötne szövetséget. Gondolkozzon ezen. Higgy ez csak az ön iránt érzett barátság és a földlakók iránti rokonszenv mondatja velem. Amadiró szélesebben mosolygott, mint valaha, de most már egyértelműen látszott a barátságos állarc mögé bújt farkas. Béli és robotjai követték Amadírót. Kiléptek a szobából, és elindultak a folyosó. Amadíró megállt egy jelentéktelennek tűnő ajtó előtt, és megkérdezte Bélitől. Távozás előtt nem akar még betérni a mellékhelyiségbe? – Béli egy darabig zavartan ráncolta a homlokát, mert nem értette pontosan, mit akar mondani az űrlakó. De ő is olvasott történelmi regényeket, így aztán rájött, mit jelent ez az arhaikus kifejezés. Volt egyszer egy tábornok, felelte. A nevét már elfelejtettem, aki pontosan tudta, mennyire fontos az anyagcsere a katonák életében. Ő mondta ki egyszer a nagy igazságot. Vizelj, ha vizelhetsz. Amadíró elmosolyodott. Remekbe szabott jó tanács, mondta. Legalább olyan hasznos, mint az, amit most én adok önnek. Komolyan gondolkozzon el azon, amit mondtam. De látom, még mindig tétovázik. Csak nem arra gyanakszik, hogy csaddát állítottam. Így el, kultúrember vagyok. Ön a vendégem ebben a házban, és már csak azért is teljesen biztonságban érezheti magát. A tétovázásomnak csak az az oka, hogy nem tudom idegen létemre illike használnom az ön ö, ö, mellékhelységét felelte Béli óvatosan. Ugyan már, Mr. Béli, talán van más választása? A szükség nagy úr. Kérem, használja csak nyugodtan a helyiséget. Ez is annak a jele, hogy én nem osztom az auróraiak általános előítéletét, és a legjobbat akarom önnek és a földnek. Hajlandó lenne még egy lépéssel tovább menni? Hogy érti ezt Mr. Béli? – Bebizonyíthatná, hogy a robotok irány sincsenek előítéletei, nem úgy, mint az auroraiaknak. – Itt senkinek sincsenek ilyen előítéletei – jelentette ki gyorsan Amadíró. Béli komolyan bólintott, mint egy nyugtázva a megjegyzést, és befejezte a mondatot. – Mégpedig azzal, hogy beengedi őket velem a bizalmasba. Kezdem kényelmetlenül érezni magam nélkülük. Mintha Amadíró egy pillanatra elbizonytalanodott volna, de aztán hamar összeszedte magát, és durcásan azt felelte. Természetesen beengedem őket is, Mr. Béli. Azért nem szeretné botrányt okozni. Ha esetleg van most benn valaki, biztosan dühösen tiltakozna ez ellen. Nincs bent senki. Ez egy egyszemélyes bizalmas. Ha bent tartózkodik valami, kigyullad a foglalt felirat. Köszönöm, dr. Amadíró, hálálkodott Béli. Kinyitotta az ajtót, és kiadta a parancsot. Zsizkár, kérlek, menj be! Zsizkár szemmel láthatóan havozott, de nem ellenkezett. Belépett, és Béli intésére Déniel követte a példáját. Az emberformájú robot az ajtóban megragadta Béli könyökét, és őt is behúzta magával. Mielőtt becsukódott volna az ajtó, Béli még odaszólt a madírónak: Rögtön jövök! Köszönöm a kedveségét! Oda bent megpróbált nyugalmat erőltetni magára, mégis összeszorult a gyomra. Lehet, hogy valamilyen kellemetlen meglepetés vár rá? De a bizalmasban tényleg nem volt senki. Nem is kellett átkutatni a helyiséget. Kisebb volt, mint Fasztolfé. Billy arra lett figyelmes, hogy Déniel és Zsiszkár némán állnak egymás mellett, háttal az ajtónak, mintha arra törekednének, hogy minél kevésbé hatoljanak be a bizalmasba. A nyomozó normális hangon akart megszólalni, de csak valami reket krákogást tudott produkálni. Megköszörülte a torkát, feleslegesen hangosan, és végre kinyögte. – Beljebb is jöhettek, neked pedig Déniel nem kötelező hallgatnod. Déniel, aki ismerte a földi szokásokat, nyilván tudta, hogy a földlakók a bizalmasban nem szoktak megszólalni. Déniel rögtön jelezte, hogy csak ugyan ez jár a fejében. Mutató ujját az ajkára tapasztotta. Tudom, tudom, mondta Béli, de ne törődj most a tilalommal. Ha Amadíró nem veszi figyelembe az aurórai tabut, és beengedti teket ide, akkor én is semmisnek tekinthetem a földön érvényes szabályt, és megszólalhatok. Tehát nem zavar, ha beszélek, Iláj kollégám? kérdezte Déniel halka. Cseppet sem. Billy most már természetes hangon válaszolt. Valójában déniel aki bármennyire emberszerű is, mégiscsak robot, egészen másképp beszélt, mint egy emberrel. Így nem is hallhatta új rémisztőnek a saját hangját, mint emberekhez szólna. Persze nem árulhatta most el, hogyan érez. Igaz, hogy Dénielnek nincsenek emberi érzelmei, így nem bántódhat meg, ő viszont helyette is érezné a fájdalmat. Aztán Béli ne eszébe jutott valami, és abban a pillanatban szörnyen ostobának érezte magát. Suttogva kérdezte Dénieltől. Talán azért javaslod, hogy maradjunk csendben, mert lehallgatnak minket? Az utolsó szavakat már hangtalanul formálta a szája. Ha arra gondolsz, Ilái kollégám, hogy a helyiségen kívül tartózkodó személyek valamilyen szerkezet segítségével hallhatják azt, amit most mi itt beszélünk, megnyugtathatlak, ez teljesen lehetetlen. Miért? Közben a víz diszkréten és gyorsan leöblítette a WC-sészét, és Béli a mostóhoz lépett. A földön, a zsúfolt városokban soha sincs egyedül az ember, mondta Déniel. Magától értetődő, hogy mindenhol hallják a szavait, és ugyancsak természetes, hogy gépeket is használhat az, aki hallgatózni akar. Ha egy földlakó azt szeretné, hogy ne hallgassák ki, akkor egyszerűen csöndben marad. Talán éppen ezért kötelező a némaság azokon a helyeken, ahol megvan a magány illúziója. A ti bizalmasan jöttök is ilyen helyek. Az aurórán és a többi űrlakó világon viszont az egyedüllét az élet természetes vele járója, és az emberek nagyra értékelik a magányt. Ugye emlékszel még a szoláriára? Ott beteges magánykultusz uralkodik, de még az aurórán is olyan nagy térrészt jut egy lakosra, ami a földön elképzelhetetlen. Itt ráadásul robotok is körülveszik az egyént, és ez teljesen lehetetlenné teszi a magány falának ledöntését. – Úgy érted a lehallgatás bűncselekmény? – kérdezte Béli. – Sokkal rosszabb, Iláj kollégám. Az nem vallan a civilizált aurórai honpolgárra. Béli körülnézett. Dénia félreértette a pillantását, kivette egy törölközőt az idegen szem számára nehezen észrevehető tokból, és a földlakó felé nyújtotta. Béli elvette a törölközőt, bár más után kutatott a tekintete. Lehallgató készüléket keresett, mert nehezen tudta elképzelni, hogy ellenfelei csak azért lemondjanak ennek az eszköznek a használatáról, mert ha kiderül, hogy vétettek a törvény ellen, nem tekinthetők többi civilizált embernek. A nyomozó csüggetten vette tudomásul, hogy hasztalan keresgél. Egy aurórai poloskát úgy sem ismerne fel. Számára idegen ez a világ, és azt se tudja, hol kezdje a kutatást. De más gyanú is motoszkált az agyában, így témát váltott. Téged kérdezlek, Déniel, mert jobban ismered nálam az auróraiakat. Mit gondolsz, miért foglalkozik velem annyit Amadíró? Hosszan elbeszélgettünk, kikísért, aztán felajánlja, hogy használjam a bizalmast. Vazília nem tett volna ilyesmit. A jelek szerint Amadírónak rengeteg ideje van rám. Szerinted ez csak az udvariasságának tudható be? Sok aurórai büszke az udvariasságára. Lehet, hogy Amadíró is ilyen. Több ízben hangsúlyozta, hogy nem vad ember. Akkor kérdezek tőled még valamit. Mit gondolsz, miért engedte meg, hogy téged és Zsiszkádot is behozzalak ide? Szerintem azért, mert tudta, hogy csapdára gyanakszol, és szerette volna eloszlatni a gyanúdat. Miért törődne ő ilyesmivel? Talán zavarja, hogy esetleg feleslegesen szorongok? Gondolom, minden civilizált aurórai úriember így tenne a helyében. Béli megcsóválta a fejét. Ha mégis van itt poloska, akkor hadd hallja Amadíró is, amit mondok. Én nem tartom őt civilizált aurórai úriembernek. Egyértelműen közölte velem, hogy az egész föld látná a kárát annak, ha nem hagynék fel a nyomozással. Hát így beszél egy civilizált uri ember. Nem inkább egy hihetetlenül brutális, zsaruló szava ezek? Egy aurórai úri ember is szükségesnek tarthatja megfenyegetni az ellenlábasát, felelte Dénie, de csak úri emberhez méltó módon. Akkor tehát csak a beszéd teszi az úri embert? A szövegtartalma nem számít? Ha így van, akkor Amadíró valóban eleget tett a követelményeknek? Te viszont, Daniel, csak egy robot vagy, ezért nincs jogod kritikával illetni az emberek viselkedését. Egyet értesz? Nehezemre is esne kritizálni, Iláj kollégám, mondta Déniel. De hadd kérdezzek valamit. Miért kértél engedélyt arra, hogy behozhass ide engem és Zsiszkát barátomat? Eddig úgy láttam, nem igen hiszed el, hogy veszély fenyeget. Most már a mi jelenlétünkben sem érzed magad biztonságban? Hm, egészen másról van szó, Daniel. Ma már szinte biztosan tudom, hogy nem vagyok, és nem is voltam veszélyben. Mégis láthatóan gyanakodva léptél be ide, Iláj kollégám. Át is kutattad a helyiséget. Persze, nem is azt mondtam, hogy egyáltalán nincs veszély, csak azt, hogy én nem vagyok veszélyben. Azt hiszem, ilály kollégám nem értem mi a különbség a két dolog között, ismerte be a robot. Ezt majd később megbeszéljük Déniel, ugyanis még mindig nem vagyok biztosabban, hogy nem hallgatják el a beszélgetéseinket. Béli közben minden teendőjével végzett, újra dénielhez fordult. Hát, azt hiszem, nem siettem el a dolgot, állapította meg. Mehetünk. Kíváncsi vagyok, Amadíró megvárta minket odakint, vagy valamelyik alkalmazottját bízta meg azzal, hogy kísérjen ki minket. Elvégre azt is meg tudnám érteni, hiszen elfoglalt ember, nem áldozhatja rám az egész napját. Mit gondolsz erről Dénniel? Logikusabbnak tűnik, hogy doktor Amadíró másra bízza a feladatot. És neked szkár mi a véleményed? Egyetértek Déniel barátommal, bár azt tapasztaltam, hogy az emberek nem mindig a leglogikusabb megoldást választják. Én a magam részéről azt gyanítom, hogy Amadíró türelmesen vár, vélekedett Béli. Ha már egyszer valamiféle rejtélyes oknál fogva ennyi időt pazarolt ránk, akkor kitartott mostanáig. Nem tudom, mi késztethette őt erre, Iláj kollégám, mondta Dénia. Én sem tudom, felelte Béli és bevallom, igencsak zavar ez a tény. De menjünk ki, és lássuk, melyikünknek van igaza. Amadíró az ajtó előtt várakozott. Pontosan ugyanott állt, ahol Béli belépés előtt utoljára látta. Az űrlakó barátságosan rájuk mosolygott, és semmi jelét nem adta türelmetlenségének. Béli nem tudta megállni, hogy nevessen Déni erre egy, na, ugye megmondtam, pillantást. A robot illedelmes közönnyel reagált a gesztusra. – Nagyon sajnálom, hogy zsizkádot is bevitte magával – mondta a madíró. Most alkalmam lett volna közelebbről is megismerkedni vele. Régen, amikor még jobb viszonyban voltam Fasztolfal, megtehettem volna, de valahogy soha sem került rásor. Tudja, Fasztolf valaha a tanárom volt. – Csak ugyan? – kérdezte Béli. – Nem tudtam. – Nyilván nem közölték önnel. – Azt hiszem, nem tartózkodik még olyan régen az aurórán, hogy ilyen apróságokat is megtudhatott volna. – De jöjjön! – közben eszembe jutott. A vendégszeretet megkívánja, hogy kihasználjam az alkalmat, és végigvezessem az intézeten. – Az az igazság – szabadkozott Béli egy kicsit mereven –, hogy nekem most már feltétlenül ragaszkodom hozzá. Makacskodott a madíró, ellentmondás nem tűrő hangot. Ön csak tegnap reggel érkezett meg az aurórára, és az az érzésem nem marad itt túl sokáig. Talán soha többé nem lesz alkalma megtekinteni egy modern robotikai kutató laboratóriumot. Amadíró belekarolt Bélibe, és a tőle eddig megszokott fesztelen hang nemben beszél tovább. Béli csodálkozva hallgatta, és magában megállapította, hogy Amadíró úgy fecseg, mint egy plegykás vénasszony. Most, hogy már megmosakodott és elvégezte a dolgát, talán szívesen feltenne egy-két kérdést az itteni szakembereknek. Örülnék, ha másnak is kikérné a véleményét. Ezzel is azt szeretném jelezni, hogy nem szabok gátat a nyomozásnak a hátra lévő rövid időben. Ha gondolja, akár együtt is vacsorázhatunk. Ekkor Zsizkát közbeszólt. Ha megjegyezhetem, uram, maradj csöndben, Förmetre a vadíró ellentmondást nem tűrő hangon, s erre a robot elhallgatott. – Kedves Mr. Bélim! – folytatta az űrlakó. – Én értek ezekhez a robotokhoz. Nálam jobban csak az a szerencsétlen fásztól ismeri őket. Zsizkár biztosan csak valamilyen kötelezettségére vagy elfoglaltságára akarta önt emlékeztetni. Márpedig ezeknek most már semmi jelentőségük, mint hogy a nyomozás gyakorlatilag véget ért. Feledkezzen meg hát most egy rövid időre minden egyébről, és tekintsen a barátjának. Meg kell értenie, kedves Béli, hogy én rajongok a földér és a földi műveltségért. Lenyűgözőnek találom az ön kultúráját, annak ellenére, hogy itt az aurórán nem örven túl nagy népszerűségnek. Különösen a Föld történelme érdekel, azok az idők, amikor a csillagközi nyelv kifejlesztése előtt még száz nyelven beszéltek az emberek. Egyébként engedje meg, hogy kifejezzem elismerésem, amiért ilyen jól beszéli a csillagközi nyelvet. Közben befordultak egy másik folyosóra, és Amadíró személyesen maga elé tessékelte vendégét. Erre parancsoljon, Mr. Béli, mindjárt megérkezünk a szimulációs terembe, amelynek ugyancsak megvan a maga különös szépsége. Ha szerencsénk van, talán még egy modellt is láthatunk működés közben. Érdekes élmény lenne. De arról volt szó az előbb, hogy ön remekül beszéli a csillagközi nyelvet. Az auróraiaknál általában az a meggyőződésük, hogy a földlakók érthetetlenné torzították a csillagközit. Amikor elkészült magáról az a műsor, sokan azt gondolták, hogy a színészek nem lehettek földlakók, mert érteni lehetett a beszédüket. Pedig nincs igazuk, hiszen én például tökéletesen értem az ön minden szavát. A madíró újra elmosolyodott, majd bizalmaskodó hangnemben folytatta. Megpróbálkoztam Shakespeare műveinek olvasásával, de persze az eredeti szöveg semmi sem mond nekem. A fordítások pedig, érdekes módon, de rendkívül gyengék. Legalábbis kénytelen vagyok azt hinni, hogy a hiba nem Shakespeare-ben, hanem a fordításokban van. Dickenszel és Tolstója jobban boldogulak. Talán azért, mert ők prózai műveket írtak bár a szereplők nevét képtelen vagyok kiejteni. Mindezzel azt akarom mondani, Mr. Béli, hogy én őszinte híve vagyok a földnek. A földiek javát akarom. Érti? Béli nézett és is, ismét farkas mosoly ragyogott az arcán. A nyomozónak fel kellett emelni a hangját, hogy félbe tudja szakítani az lakó szakadatlan szó áradatát. Attól tartok, dr. Amadíró, nem tehetek a kedvére. Végeznem kell a dolgomat, és nincs több kérdésem se magához, se intézeti dolgozókhoz. Ha ön... Béli elhallgatott. Halk különös dörgésre lett figyelmes. Meglepődve kapta fel a fejét. Mi volt ez? Micsoda? kérdezte Amadíró. Én nem figyeltem fel semmi különlegesre. A robotok felé fordult, akik némán követték őket. Semmire, tette hozzá nyomatékosan. Béli észrevette, hogy ez a kijelentés a robotokra úgy hatott, mint egy parancs. Most már egyikük sem állíthatta, hogy hallotta a dörgést, ezzel ugyanis egyértelműen ellent mondtak volna egy emberi lénynek. Béli tudta, hogy már csak ő menthetné meg a helyzetet egy másik utasítással, de biztos levette, hogy Amadíró szakértelmével szemben tehetetlen. Mindegy, nem számít, mit mondanak a többiek. Ő hallott valamit, és nem robot, akit meg lehet győzni ennek az ellenkezőjéről ahogyan ön is rámutatott, doktor Amadíró, nincs sok időm hátra, és ez egyel több ok arra, hogy most újabb dörgés. Ez hangosabb volt, mint az előző. Gondolom, ezt nem hallotta az előbb, és most se vette észre, mondta Béli éles hangon. Engedjen utamra, uram, máskülönben a robotjaimtól kérek segítséget. Amadíró erre rögtön elengedte Béli felső karját. Barátom, elég, ha megmondja, mi a kívánsága. Elkísérem a legközelebbi kiárati, és ha ismét ellátogatna az aurórára, ami mód felett valószínűtlen, kérem látogasson meg. Ígérem, akkor megnézheti az intézetet. Megszaporázták a lépteiket. Lementek a spirálmozgó lépcsőn, végighaladtak egy folyosón, és elértek egy tágas, üres előcsarnokba. Ugyanazon ajtó előtt álltak, amelyen keresztül Béli belépett az épületbe. Az előcsarnok ablakai teljesen sötétek voltak. Lehet, hogy már is beesteledett. Más volt a helyzet. Átkozott egy időjárás, motyogta Amadíró. Elsötétítették az ablakokat. Bélihez fordult. Azt hiszem, odakint esik az eső. Megjósolták az időjárás előrejelzésben, amely általában megbízható. Ha rossz időt jósolnak, mindig eltalálják. Kinyílt az ajtó, és a következő pillanatban Bébi levegőért kapkodva hátra tántorodott. Hideg szél csapta meg az arcát. Az égbolt nem fekete volt, hanem nyomasztóan sötét szürke, és a fergeteg vadul tépázta a lombokat. Zuhogott, szakadt az eső, aztán vakító fénysáv cikázott át az égen, mintha kettészelte volna a szürkeséget, és újabb dörgés hallatszott, melyet ezúttal óriási csattanás kísért. Béli megfordult, és nyöszörögve menekült vissza az ajtó mögé. Megint Daniel és Giscard. Béli Déniel erős markának szorítását érezte a felső karján, közvetlenül a vállal. Megállt és erőt vett magán. Abba hagyta a gyerekes nyöszörgést. Érezte, hogy minden tagja reszket. Déniel végtelenül tisztelet tudóan megjegyezte. Illáj like, kollégám, vihar van, várható volt, előre jelezték, normális természeti jelenség. Tudom, suttogta Béli. És tényleg tudta, Ismerett terjesztőkönyvekben, regényekben számtalan szor olvasott már viharokról, és a hipervízióból is ismerte az élményt. A hangot, a látványt és a többi kísérő jelenséget. Csak hogy igazi vihar soha sem szokott tombolni a város szívében, így Béli még soha életében nem tapasztalt ilyesmit a valóságban. Hiába tudott elméletben oly sok mindent a viharokról, a kézzel fogható valósággal képtelen volt szembenézni. Hiába voltak az írott dokumentumok, a képek, a filmek és a hangfelvételek, nem hitte volna, hogy ennyire fényes, ennyire ágasbogas is lehet az égen meglepetésszerűen átszikázó villám, ennyire mélyen zengő az azt követő dörgés, amely megrengeti a kihetlen világot, és hogy az eső olyan, mintha dézsából öntenék az idők végezetéig. – Nem bírok oda menni – motyogta Béli kétségbe esetten. – Nem is kell kimennie nyugtatta meg Déniel gyorsan. Majd Zsiszkár idehozza a légpárnás autót, közvetlen az ajtó elé. Egy csepp víz sem fogja érni önt. Miért nem várjuk meg, míg véget ér a vihar? Az nem lenne tanácsos, iláj kollégám. Még éjfél után is esni fog, bár addigra talán a láb hagy valamelyest, és ha az elnök valóban holnap reggel érkezik, ahogyan dr. Amadíró mondta, az este folyamán konzultálnod kellene még dr. Fasztolfalk. Béli újra erőt vett magán, és a külvilág felé fordult. Belenézett Déniel szemébe, és mély aggodalmat olvasott ki a robot tekintetéből. De rögtön eszébe jutott, hogy talán csak a saját érzelmeit vetíti oda. Elvégre egy robot agyában érzelmek helyett csak pozitron impulzusok léteznek, és talán az emberek neuron impulzusai nem valódi érzelmek. Béli egyszer csak azt vette észre, hogy Amatíró eltűnt. Amadíró szándékosan tartott fel, ezért tessékett be a bizalmasba, ezért locsogott annyit össze-vissza, ezért akadályozta meg, hogy közbeszóljatok és figyelmeztessetek a viharra. Még arra is megpróbált rávenni, hogy járjam körbe az intézetet és vacsorázzak vele. Csak akkor hagyott fel a komédiázással, amikor meghallotta, hogy már javában dúl a vihar. Pontosan arra a pillanatra várt. Valóban úgy tűnik, de lehet, hogy akkor tesszük azt, amit szeretne, ha itt maradunk nála. Béli vett egy mély lélegzetet. Igazad van, így vagy úgy, de valahogyan el kell mennem innen. Tétován megindult az ajtó felé, amely még mindig nyitva állt. A résen jól látszott a zuhogó, sötét szürke víztömeg. Még egy lépés, aztán még egy. Béli teljes súlyával Déni erre nehezedett. Zsiszkár némán várakozott az ajtóban. Béli megállt egy pillanatra és behunyta a szemét. Aztán halkan megszólalt, de nem annyira Dénielnek, mint inkább saját magának címezte a mondani valóját. – Meg kell tennem! – és még egy lépést tett előre. – Jól van, uram! – érdeklődött Zsiszkát. – Buta kérdés, de Zsiszkát programja ezt írja elő az adott helyzetben – gondolta Béli. Egyébként semmivel sem hangzik butábbnak, mint azok az illemszabályok diktálta értelmetlenségek, amelyeket az emberek szoktak egymásnak mondogatni. – Jól vagyok – felelte Béli. Hiába próbálta megemberelni magát, csak fátyolos suttogásra futatta az erejéből. Egyébként is kár volt válaszolnia erre az ostoba kérdésre, hiszen iszkár robot létére is láthatta, hogy nincs jól, és most nyilvánvalóan hazudik. De nem volt mit tenni, a válasz elhangzott, és Giscard elfogadta. Jöhetett a következő feladat. Most megyek, és idehozom a légpárnás autót az ajtóhoz, jelentette be a robot. Fog működni ebben a nagy vízben, Giscard? Igen, uram, semmi rendkívüli nincs ebben az esőben. Giscard határozott léptekkel indult a jármű felé a felhőszakadásban. A villámok jóformán megállás nélkül cikáztak az égen, és percről percre hangosabb lett a mennydörgés tompa moraja. Béli életében először irigyelt valamiért egy robotot. Milyen érzés lehet keresztül menni azon? Hogyan lehet közömbösen tűrni a vizet, a hangokat és a látványt, figyelmen kívül hagyni a környezetet és végtelenül bátran élni, vagy majdnem élni, nem ismerni a fájdalomtól és a haláltól való félelmet, mert nem létezik fájdalom és nem létezik halál. Ám a robot agyában sohasem születnek eredeti gondolatok, és a gépek mozgását nem kiszámíthatatlan ösztönök vezérlik. Vajon az utóbbiak valóban kárpótolják az embert minden nehézségéért? E pillanatban Béli nem tudott választ adni erre a kérdésre, ám biztosra vette, hogy amint elmúlik a rettegése, meggyőzi majd magát arról, hogy embernek lenni minden áldozatot megér. De most, amikor a torkában dobog a szíve, és összeomlik az akarat ereje, önkéntelenül is felvetődik benne. Mi haszna annak, hogy embernek született, ha képtelen legyőzni mélyen gyökerező rettegését és a külvilágtól való iszonyodását? pedig az aurórán töltött két nap javarészében a szabad ég alatt tartózkodott, és a végén már-már azt mondhatta, hogy jól érzi magát odakint. Most viszont bebizonyosodott, hogy a félelmet mégsem sikerült legyőznie. Eddig el tudta róla terelni a figyelmét, de a viharban semmi másra nem tud gondolni. Már pedig ezt nem engedheti meg magának. Ha a gondolkodása és az akarata megbénul a félelemtől, sőt, a büszkesége is oda lesz, csak a szégyenkezés marad nem szabad összeomlania a robotok személytelen, felsőbbrendű pillantásainak keresztüzében. Legalább a színyer érzete legyen erősebb a félelménél. Érezte, hogy Dénia karja átöleli a derekát, de a szígyenkezés meggátolta abban, hogy azt tegye, amit a legjobban szeretne, hogy fejét a robot melkasára hajtsa. Talán nem tudott volna ellenállni a kísértésnek, ha Déni ember. Kezdte elveszíteni a kapcsolatát a valósággal. Ezt abból gondolta, hogy úgy hallotta Déniel hangját, mintha a robot nagyon messziről szólna hozzá. És mintha Déniel is pánikba esett volna. – Iláj kollégám, hallasz engem? – Zsiszkár hangja is ugyanolyan messziről jött. – Vinnünk kell. – Nem kell – motyogta Béli. – Tudok járni. Talán nem is jutottak el hozzájuk a szavai. Talán valójában meg sem hukkant, csak azt hitte, hogy beszél. Érezte, hogy felhúzzák őt a földről. Balkarja tehetetlenül csüngött lefelé. Minden erejével azon volt, hogy megpróbálja felemelni. Bele akart kapaszkodni valamelyik robot vállába, hogy felső teste újra kiegyenesedjen. Lábát megvethesse a földön és felálljon. De balkarja továbbra is tehetetlenül lógott. Erőlködése nem vezetett eredményre. Még tudatában volt annak, hogy a szabadban van, és a víz éri a testét. De lehet, hogy nem is víz, hanem csak pára szitált az arcába. Két oldalt valamilyen kemény felület nyomódott az oldalához, a jobb oldali valamivel rugalmasabb volt. Aztán megint bent a légpárnás autóban, zsizkár és Déniel középréselődve. A legintenzívebben zsizkár nedves fémborítását érzékelte. Később meleg légáramlat érte a testét. Kint még ugyanaz a homály, vízcseppek csuroktak az üvegen, és Béli arra gondolt, talán a robotok elsötétítették az ablakot. Aztán ez be is következett, és teljes feketeség ereszkedett rájuk. Az autó a füves terep fölé emelkedve billegve suhant uti célja felé, és a hajtóművek hangja elnyomta a villámok zaját. Sajnálom, uram, hogy kellemetlenséget okoz a nedves testem, szabadkozott Zsiszkár. Hamar meg fogok száradni, várunk itt egy rövid ideig, amíg ön összeszedi magát. Béli már is könnyebben vette a levegőt. Csodálatosan kellemesnek érezte a zárt teret maga körül. – Adjátok vissza a szitimet! – követelte. – Felőlem oda az egész világegyetem. Legyen csak minden az űrlakóké. Mi beérjük a jó öreg földdel. Abban a pillanatban, amikor átfutottak az agyán ezek a gondolatok, már is tudta, csak nyomorúságos fizikai állapota tehet arról, hogy ilyesmi jár a fejébe. Ilyenkor nem a józanéz diktál, Gondolkodnia kell. – Daniel? – szót bágyadtam. – Tessék, Eli kollégám! – Beszéljünk az elnökről. Szerinted jól ítélte meg a helyzetet Amadíró, amikor azt jósolta, hogy az elnök berekezti majd a nyomozást, vagy csak azt mondta, amit a legjobban szeretne? – Valószínűnek tartom, Eli kollégám, hogy az elnök valóban ki fogja hallgatni Doktor Fasztolfot és Amadírót ebben az ügyben. – Ilyen viták elrendezésekor ez a szokványos eljárás. Számos precedensről tudok. De ha Amadíró érvelése annyira meggyőző, miért nem rendeli el az elnök azonnali hatájjal a nyomozás lezárását? kérdezte Béli elhaló hangon. Az elnök politikai értelemben véve kényes helyzetben van, felelte Déniel. Annak idején ő engedélyezte, hogy Dr. Faszolf kérésére az Aurórára hozzunk, és nem vonhatja vissza ilyen hirtelen a döntését, mert az arra utalna, hogy gyenge és határozatlan vezető. Ráadásul megharagítaná Dr. Faszolfot, akinek még ma is komoly befolyása van a törvényhozásra. Akkor miért nem utasítja egyszerűen vissza Amadíró kérelmét? Azért, Iláj kollégám, mert dr. Amadíró is befolyásos személy, és a közeljövőben valószínűleg egyre népszerűbb lesz. Az elnök kénytelen húzni az időt. Azzal, hogy mindkét felet meghallgatja, legalább megőrzi azt a látszatot, hogy csak alapos mérlegelés után hoz döntést. És minek az alapján hozza meg majd a döntését? Azt kell feltételeznünk, hogy kizárólag az ügy érdemi részével foglalkozik, és semmi más nem befolyásolja az ítélet meghozatalában. Akkor tehát holnap reggelig találnom kell valamit, amivel meggyőzhetem az elnököt, hogy végül fásztóf mellett foglaljon állást. Ha ez sikerül, akkor biztos a győzelmünk. Az elnöknek nem korlátlan a hatalma, de igen nagy a befolyása válaszolta Déniel. Ha ő határozottan kiáll dr. Fastolf mellett, akkor a jelenlegi helyzetben valószínűleg a törvényhozás is dr. Fastolf mellett foglal állást. Ez meg is magyarázza, miért tartóztatott minket a Madíró. Azt hihette, hogy semmit sem tudok még felmutatni, és meg akart gátolni abban, hogy a hátralévő időben valamilyen fontos bizonyíték nyomára bukkannyak. A jelek valóban erre mutatnak, Iláj kollégám. És csak akkor engedett el, amikor feltételezte, hogy a viharban úgysem tudunk tovább menni. Lehetséges, Iláj kollégám. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy vesztegessük az időt. Hová kívánja vitetni magát, uram? kérdezte Zsiszkár higgadtan. Vissza, doktor Fasztóf házába. Várhatunk még egy percet, Iláj kollégám? Meg akarod mondani doktor Fasztovnak, hogy nem szabad folytatnod a nyomozást? Miért kérdezed ezt? firtatta Béli indulatosan, éles hangon, és ez bizonyította, hogy teljesen magához tért. Csak attól félek mondta Dénia talán megfeledkeztél arról, hogy doktor Amadíró erre biztatott éppen a Föld jövőjének az érdekében. Nem felejtettem el, Déniel, válaszolta Béli komoran és meglep, hogy azt hiszed, befolyásolhat engem ez a fenyegetés. Fasztolfot tisztázni kell a vádak alól, a földnek pedig telepeseket kell szétküldenie a galaxisba. Ha a globalisták erőszakosan reagálnak, nekünk szembe kell néznünk ezzel a veszéllyel. De, Eli kollégám, akkor miért menjünk vissza dr. Fasztolfhoz? Szerintem semmi fontosról nem tudnánk beszámolni neki. Nem lehetne tovább folytatni a kutatást, mielőtt újra jelentkezünk nála? Béli kiegyenesedett az ülésen, és az azóta teljesen megszáradt zsiszkár vállára tette a kezét. Egészen nyugodt hangon beszélt. Elégedett vagyok az eddigi eredményekkel, Dénia. Zsiszkár, induljunk Doktor Fasztóf házához. Aztán ökölbeszorította a kezét, megfeszítette az izmait és hozzátette. De előbb még varázsolt átlátszóva az ablakot, látni akarom a vihart. Béli visszafogott lélegzettel készült a látványra. Hamarosan rés nyílik a zárt rendszeren, és a kis jármű belsejében csökken a védettség illúziója. A következő pillanatban áttetszővé váltak az ablakok. Éppen egy vakító villám cikázott át az égbolton, de olyan gyorsan eltűnt, hogy tulajdonképpen nem is fényt, hanem még mélyebb sötétséget hozott a világba. Béli megpróbálta hozzáedzeni magát az élményhez, de nem sikerült úrán lennie remegő tagjai. A villámlást néhány másodperc múlva hosszan elgyújtott dörgés követte. Most már nem lesz erősebb a vihar, nem sokára csillapodni fog, mondta Daniel megnyugtató hangon. Nem érdekel, hogy csillapodik-e vagy sem, felelte Béli reszkető ajakkal. Induljunk! A saját érdekével igyekezett megőrizni a robotok fölött álló emberi lény méltóságát. A légpárnás autó egy kicsit felemelkedett, de utána rögtön elmozdult oldalirányba, és végül már annyira megdőlt, hogy Béli zsizkárthoz préselődött. – Hozd egyenesben a járművet, zsizkár! – kiáltotta, vagy inkább zihálta. Daniel átölelte Béli vállat, és finoman maga felé húzta a nyomozót, míg a másik kezével megkapaszkodott egy fogantyúba. – Ezt most lehetetlen megtenni, illáj kollégám! – felelte zsizkár helyett. Túl erős a szél. Béli úgy érezte, minden hajszála égnek át. Úgy érted, elfúj minket a szél? Dehogy, Iláj kollégám. Ez csak akkor fordulna elő, ha az autó antigravitációs eljárással készült volna. De az a technológia ma még nem létezik. Ráadásul a tömegünknek és a tehetetlenségünknek elhanyagolhatónak kellene lennie. Abban az esetben a szél valóban elfújna minket, mint egy tolpihét. Így viszont akkor is megőrizzük a teljes tömegünket, amikor a hajtóművek a magasba emelik az autót. Így módon már csak a tehetetlenségünk miatt is ellenállunk a szélnek. Igaz, hogy imbolygunk egy kicsit a viharban, de aggodalomra semmi ok. Zsizkár teljesen ura a helyzetnek. – Nem úgy veszem észre, – mondta Béli. Hallotta, hogyan sűvít a szél a szágódó jármű körül. Aztán az autó hirtelen oldalra dőlt, Béli pedig kétségbeesetten átölelte Déniel nyakát. Akkor sem tudott volna higgadtabban viselkedni, ha az élete múlik ezen. Déniel várt egy pillanatig, aztán mikor Béli újra szabályosan lélegzett, és szorítása sem volt már olyan görcsös, könnyedén kibontakozott az öleléséből. Ugyanakkor ő valamivel erősebben szorította magához a nyomozót ahhoz, hogy tartani tudjuk az irányt, Iláj kollégám, Zsiszkárnak meg kell küzdenie a széllel. Ezért az működteti a hajtóműveket, így az autó oldalra dől és felül a szél hátára. Figyelembe kell vennie a légáramlás sebességét és irányát. Ezt senki sem csinálja jobban zsiskárnál, de még így is előfordul, hogy időnként billeg vagy félredől a jármű. – Meg kell bocsájtanod Zsizkárnak, hogy nem vesz részt a beszélgetésben, teljesen leköti figyelmét a kormányzás. I – És ez, e ez biztonságos? – kérdezte Béli. A széllel vívott harc gondolatára görcsbe rándult a gyomra. Örült annak, hogy órák óta nem evett. Persze az is igaz, hogy a szűk utastérben nem tudott és nem ismert volna rosszul lenni. Ettől a gondolattól aztán még jobban összezavarodott, és megpróbált valami másra koncentrálni. A földi szalagfutás, az express járatok rendszere jutott az eszébe. Ott az emberek az egyik mozgójárdáról egy ideig mindig a szomszédos, gyorsabb mozgójárdára lépnek át, aztán az utazás vége felé egyre lassabban futó szalagok következnek. Ők mindeközben szakértő módon hajladoznak a szélben, és a járda mozgásától függően billentik át testük súlypontját egyik vagy másik irányba. Fiatalabb korában Béli hosszú időn keresztül képes volt ezt játszani, anélkül, hogy egyetlen egyszer is hibát követett volna el. Daniel, amikor a földön járt, gond nélkül tudott alkalmazkodni az ottani viszonyokhoz, és a mozgójárdák között lépkedve sem hibázott. A mostani autózás ugyanolyan volt, mint a szalakfutás. Persze, volt azért egy különbség. A cityben a mozgójárdák sebességét előre meghatározzák, így aztán a mindig szembefújó szél sebességét pontosan ki lehet számítani. A viharban viszont a szélnek saját akarata volt, vagy legalábbis, Béli azért igyekezett racionálisan gondolkodni, olyan sok tényező határozta meg az irányát és az intenzitását, hogy úgy tűnt saját akarattal rendelkeznek, amit Zsizkárnak figyelembe kell vennie. Ennyi az egész. Itt a szalagfutás egy túl bonyolított fálfajáról van szó, ahol a mozgás iránya és sebessége gyakran és hirtelen változik. – Mi lesz, ha a szél neki fúj minket egy fának? – kérdezte Béli elhaló hangon. – Annak nagyon kicsi a valószínűsége, Iláj kollégám. Zsiszkár annál sokkal ügyesebb és nagyon alacsonyan járunk a felszín felett, így a hajtóművek igen nagy erőt tudnak kifejteni. Akkor viszont ráfuthatunk egy kőre, és kiukadhat az autó feneke, aggodalmaskodott a nyomozó. Nem fogunk kőre futni, Iláj kollégám, mondta Déniel. Miért nem? Egyáltalán hogyan látja Déniel, hogy merre kell kormányoznia? kérdezte Béli a sötétséget fürkészve. Csak most fog lemenni a nap, felelte Déniel, és átszűrődik még a felhőkön egy kis világosság. Ez kiegészül a reflektorok fényével, így egészen jól lehet látni. Ha sötétebb lesz, zsizkár erősebbre állítja majd a reflektorokat. Miféle reflektorokat? Te nem látod nagyon jól a fényüket, mert nagyrészt az infravörös tartományban működnek. Zsizkár szeme viszont nagyon érzékeny az infravörös sugarakra. Az infravörös világítás egyébként is hatékonyabb esőben és ködben, mint a rövidebb hullámú fénysugarak. Béliben a szorongás ellenére is kíváncsiság ébredt, ezért megkérdezte. A te szemed is ilyen, Déniel? Az én szememet úgy tervezték meg, hogy minél jobban hasonlítson az emberi szemre. Ilyen helyzetekben ez talán sajnálatnosnak is mondható. A légpárás autó megremegett, és Béli ismét visszafojtotta a lélegzetét. Csak suttogni tudott. Az űrlakók látása viszont továbbra is a föld napjának a sugaraihoz alkalmazkodik. Legalább ez is emlékezteti őket földi eredetükre. Elhallgatott. Odakint egyre sötétebb lett. Béli már semmit sem látott, és a villámok sem világítottak meg semmit, legfeljebb elvakították. Behunyta a szemét, de az sem segített. Úgy még inkább tudatában volt a tomboló félelmetes viharnak. Nem lenne jobb, ha most már megállnának? – Nem kellene megvárniük, ők, míg csillapodik a vihar? – A jármű rendellenesen működik – szólalt meg váratlanul Zsizkár. Béli úgy érezte magát, mintha göröngyös talajon, bukkanók között utazna egy kerekeken guruló autóba. – Zsizkár barátom, lehet, hogy a vihar kárt tett benne? – kérdezte Déniel. – Másra gondolok, Déniel barátom, nem valószínű, hogy ebben a járműben bármilyen vihar is kárt tenne. Béli csak nehezen tudta felfogni a robotok szavainak értelmét. – Miféle károkról meg rendellenességről beszéltek? – motyogta. – Azt hiszem, uram, lyukas a kompresszor – magyarázta Zsiszkár – de csak egy apró lyuk lehet rajta, amely nem természetes úton keletkezett. – Hogyan történhetett? – Talán szándékosan lyukasztották ki, mi alatt a központ előtt parkoltunk. Már korábban észrevettem, hogy követnek, bár az üldözőink ügyelnek arra, nehogy túlságosan megközelítsenek minket. De miért, zsiskár? Talán azért, uram, mert arra várnak, hogy végleg lerobbadjunk. Közben az autó egyre döcögősebben haladt előre. El tudunk így jutni, doktor Fasztorf házáig? Nem valószínű, uram. Béli megpróbálta összeszedni a gondolatait. Ha így van, akkor nem tévedtem, és Amadíró valóban azért tartóztatott fel bennünket, hogy a robotjának vagy a robotjainak legyen idejük megrongálni az autót. Azt akarta, hogy a legnagyobb viharban lerobbanjunk a senki földjén. De miért intézte így? Hüledezett Déniel. Azért, hogy fogjul ejthessen? Ezt már korábban is megtehette volna. Nem én rám pályázik, rám senki se pályázik, mondta Béli dühösen, de egy kicsit már lankadtam. – Te forogsz veszélyben, Déniel! – Én? – illáj kollégám. – Igen, te! – Zsizkár, keres egy megállásra alkalmas helyet! Szálljatok ki Déniellel! Neki biztonságos helyre kell jutnia! – Képtelenséget kérsz, illáj kollégám! – mondta erre Daniel. Nem hagyhatlak magadra, amikor rosszul érzed magad, különösen akkor nem, ha üldöznek minket és az ellenség kár tehet benned. – téged üldöznek, Déniel, felelte Béli. Neked kell elmenekülnöd. Én itt maradok az autóban, nem vagyok veszélyben. Erről nem vagyok meggyőződve. Kérlek, Déniel, hallgass rám. Hogyan magyarázzam meg most ebben a felfordulásban? Béli már annyira kétségbe volt esve, hogy egészen nyugodt lett a hangja. Te vagy itt a legfontosabb személy, fontosabb, mint én és Zsizkár együttvéve. Nem csak arról van szó, hogy én nem akarom, hogy bajod essen, Rajtad múlik az egész emberiség sorsa. Ne foglalkozz velem, én csak egy vagyok a sok milliárd ember közül. Rájuk gondol Déniel. Kérlek! Béli előre hátra hintázott az ülésen. Ő öngél Vagy az autó? Teljesen le fog robbanni a kocsi? Zsizkár veszítette el felette az uralmát? Vagy talán a robot éppen így akarta menteni a menthetőt? Bélinek már nem számított mi az igazság. Hadd törjön össze a kocsi, jöjjön a felejtés. Történhet bármi, a lényeg az, hogy végre megszabadul ettől a szörnyű, kínzó félelemtől, végre békét köthet a világegyetemmel. Csak egy dolog érdekelte. Dénielnek el kell jutnia egy biztonságos helyre. De hogyan? Valószínűtlennek érezte az egész helyzetet. Nem fogja tudni megértetni Déniellel és Zsiszkárdal a lényeget. Számára teljesen tiszta már a kép, de hogyan tudná meggyőzni az igazáról ezeket a robotokat, akik nem emberek és semmit sem értenek meg a három törvényen kívül? Ők csak a közvetlen közelükben tartózkodó egyetlen emberi lény érdekeit tartják szem előtt, ugyanakkor képesek lennének hosszú távon pokorra juttatni a földet és az egész emberiséget. Miért is találták föl egyáltalán a robotokat? És akkor furcsa módon ziskár a legkevésbé fejlett robot sietett a segítségére. Déniel barátom, mondta kifejezéstelen hangon, nem tudom már sokáig mozgásban tartani a járművet, talán jobb lenne úgy tenned, ahogy Mr. Béli javasolta. Nagyon nyomatékosan parancsot kaptál tőle. Zsizkár, barátom, szerinted itt hagyhatom őt, amikor nem érzi jól magát? kérdezte Déniel zavartan. Nem viheted őt magaddal a viharban, Déniel barátom. Mi több, annyira erősen akarja, hogy elmenekülj, hogy ha itt maradnál, azzal ártalmat okoznál neki. Bill érezte, hogy lassan visszatér belé az élet. Ö, igen, – Igen, igen – krákokta. – Úgy van, ahogy Zsizkár mondja. – Zsizkár, menj el déni jellel, rejtsd el, vigyázz rá, helyezd biztonságba valahol, ahonnan nem jöhet vissza. Aztán gyere értem. – azt nem lehet, Ilái kollégám, jelentette ki Daniel határozottan. Nem hagyhatunk őrizet nélkül, véttelenül. Nem fenyeget veszély, én nem vagyok veszélyben. Tedd, amit mondtam. Valószínűleg robotok követnek minket, mondta Zsiskár. Emberi lények nem nagyon merészkednek ki ebben a viharban. Ha viszont tényleg robotok, akkor nem bántják Mr. Bélit. De magukkal vihetik őt makacskodott Déniel. A viharban nem tennének ilyet Déniel barátom, mert azzal nyilvánvalóan ártanának neki. Most meg fogom állítani az autó Déniel barátom, engedelmeskedj Mr. Béli parancsának, én is azt teszem. Helyes, suttogta Béli, nagyon helyes. Hálás volt zsiskárnak, akit egyszerűbb elmelévén könnyebb volt meggyőzni. Őt nem fenyegette az a veszély, hogy eltéved és elbizonytalanodik az érvek és ellenérvek bonyolult szövevényében. Bélinek egy pillanatra megfordult a fejébe a gondolat, hogy Déniel addig tétovázik, még végül még összeroppan a konfliktus súlya alatt. – Azt tett csak Déniel, amit parancsolok, és ne kérdezősködj! – mondta magában. Nem volt elegendő ereje, és talán az akarata is hiányzott ahhoz, hogy hangosan is kimondja ezt. Az autó ledöccent a talajra, és hangos csikorgással megállt. Mindkét oldalon kinyílt, majd halk, sóhajszerű súrrogással becsukódott az ajtó. A robotok egy-kettőre eltűntek a látóhatáron. Amint eldöntötték, mit tegyenek, egy pillanatig sem haboztak tovább, és gyorsabban cselekedtek, mint a legfürgébb ember. Béli mély lélegzetet vett, remegés futott át a testén. A jármű most már meg sem moccant, mintha hozzá nőtt volna a talajhoz. A nyomozó ekkor felismerte, hogy nyomorúságos közérzetét az autó imbolygásának és bukdácsolásának köszönhette. Utazás közben a világegyetemtől függetlenedett, könyörtelen erőknek kiszolgáltatott, anyagtalan létezőnek érezte magát. Most viszont a jármű meg sem Béli felnyitotta a szemét. Észre se vette, hogy eddig lehunyva tartotta. Messzebbre még mindig villámlott, de már csak egészen tompa morajként hallatszott a dörgés, míg a szél az addiginál jóval élesebben sűvített, a stabilitását visszanyert mozdulatlan autó körül. Sötét volt. Béli emberi szeme az égbolton átszikázó villámokok kívül semmit sem látott. Nyilván lement már a nap, és most sűrű felhő takaró borítja az eget. Ő pedig először van egyedül, mióta elhagyta a földet egyedül. Eddig még nem volt eléggé magánál, túl rossz volt a közérzete ahhoz, hogy értelmesen gondolkodjon. Most mégiscsak nehezen tudta átlátni, mit kellett volna tennie, azaz mit tett volna, a szorult helyzetében nem csak az jár a fejébe, hogy Dénielnek menekülnie kell. Például nem kérdezte meg, hol vannak most, milyen emberi építmény van a közelben, és hová indul Déniel Medzsiszkár. Az autó működéséről fogalma sem volt. Természetesen a motor beindításával úgyis hiába próbálkozna, de azért jó lett volna, ha szükség esetén legalább a hőmérséklet szabályzót be tudja kapcsolni. Nem tudta, hogyan sötétítheti el az ablakokat, ha bezártságra vágyik, és hogyan nyithatja ki az ajtót, ha ki akar szállni. Egyetlen dolgot tehetett. Megvárja, míg Jiskard visszajön érte. Jiskard nyilván tudja, mi a feladata. Elvégre azt az eléggé egyszerű parancsot kapta, gyere értem. Béli nem utalt olyasmire, hogy szándékában állna elhagyni az autót. Zsizkár egyszerű, tisztán gondolkodó agya, tehát nyilván úgy értelmezi a parancsot, hogy a járműhöz kell visszatérnie. Megpróbált alkalmazkodni a helyzethez. Bizonyos értelemben könnyebbséget jelentett számára, hogy a várakozáson kívül nincs semmi dolga. Egy darabig nem kell döntéseket hoznia, mert nincs miről dönteni. Jól esett neki, hogy mozdulatlan maradhat, pihenhet, és vége a szörnyű villámlásnak és mennydörgésnek. Talán még egy rövid alvást is engedélyezhet magának. Aztán újra kétségéből lett benne. Valóban megteheti ezt? Elvégre üldözik és figyelik. A robotikai intézet közigazgatási központja előtt parkírozó autójukat megrongálták, és a tettesek minden bizonyal rövidesen megjelennek. Az ő érkezésükre is számítani kell, nem csak Zsiszkárdéra, Vajon nagy nyomorúságában tud-e egyáltalán józanul gondolkozni? A központ előtt álló járművet babrálták, valószínűleg Amadíró a bűnös. Ő tartoztatta őket egészen a vihar kitöréséig, ez nyilvánvaló. Azt akarta, hogy viharban keljen útra, és a legnagyobb felhő szakadásban robbanjanak le. Amadíró tanulmányozta a földet és lakóit, ezzel még el is dicsekedett. Tisztában kellett lennie azzal, mennyire idegenkedik egy földlakó a külvilágtól, különösképpen akkor, ha odakint vihartomból. Amadíró szinte biztosra vehette, hogy Béli teljes tehetetlenségre lesz kárhoztatva. De miért kovácsolt ilyen ördögi tervet? Hogy visszaszállítassa Bélit az intézetbe? Egyszer már a markában volt, de akkor erreje teljében, két robot védő őrizetében. Így egészen más lenne a helyzet. A Madíró nyilván arra számított, hogy ha az autó elromlik a viharban, akkor Béli lelkileg teljesen összeroppan. Talán még az eszméletét is elveszíti, és biztosan képtelen lesz ellenállni a visszaszállításával megbízott robotoknak. Az ő két robotja sem ellenkezne. Látván, hogy Béli beteg, még segítkeznének is az ellenségnek a mentésben. Sőt, nekik is vissza kellene kísérniük Bélit az intézetbe, és ez ellen sem tehetnének semmit. Ha Amadírót kérdőre vonnák, ő nyugodtan mondhatná, hogy féltette Bélit a vihartól, ezért megpróbálta ott marasztalni az intézetben. Miután ez nem sikerült, utána küldte a robotjait, hogy megvédjék a veszélytől. Amikor pedig a légpárnás autó meghibásodott, a robotok biztonságos helyre menekítették a földlakót. Ha nem derül ki, hogy a járművet Amadíró parancsára rongálták meg, már pedig hogyan lehetne ezt bebizonyítani, és kihinni el, hogy így volt, akkor a közvélemény nyilván Amadíró mellé áll, és magasztalni kezdi őt ezért az emberbaráti gesztusért. Annál is inkább, mert egy alacsonyabb rendű lényen egy földlakon könyörült meg. Hogy mit tenne Amadíró a fogjulejtett Bélivel? Hm, nyilván semmit. Legfejebb tehetetlenségre és némaságra kárhoztatná őt egy darabig. Ugyanis, és ez a lényeg, valójában nem Béli a fogás. Amadíro ezzel a manőverrel a két robotot is megkaparintaná, aki ugyancsak tehetetlenül vergődnének a markában. A legnyomatékosabb parancsok arra kényszerítenék őket, hogy őrizzék Bélit, de mivel a rájuk bízott személy beteg és ápolásra szorul, kénytelenek lennének Amadíró utasításait követni, hiszen látszólag minden Béli érdekében történik. Feltehetőleg a nyomozó sem lenne annyira ura a helyzetnek, hogy újabb parancsok kiadásával önvédelemre sarkalja a robotjait, arról nem is beszélve, hogy Dénielt és ziskárdot esetleg el is kábíthatják. Világos, teljesen egyértelmű. Amadiro egyszer már a markában érezhette Bélit, Zsizkádot és Dénielt, de akkor még nem tudott, mihez kezdeni velük. Amikor aztán a viharból másodszor is megérkeztek volna a házhoz, más helyzet állt volna elő. Az űrlakó különösen Déniel vendégül látásához fűzhetett nagy reményeket, mert Déniel itt a kulcsfigura. Fasztolk nyilván kerestetné az elveszett utasokat, és végül meg is találná, sőt, a házába is szállítatná őket, de akkor már túl késő lenne. Most az a nagy kérdés, mit akarhatott Amadíró Dénieltől. Béli szörnyű fájfájással küzdött. Biztos volt abban, hogy tudja a választ. De hogyan fogja bizonyítani? Nem bírt tovább gondolkodni. Legfeljebb akkor tudta volna folytatni az elmélkedést, ha elsötétíti az ablakokat, és kialakít magának egy nyugodalmas kis fészket az utas Csak hogy nem tudta elsötétíteni az ablakokat. Kénytelen volt nézni a külvilágban tomboló vihart, hallgatni az esőcseppek kopogását, figyelni a villámok cikázását és a mennydörgés moraját. Görsösen behunyta a szemét, de a szemhéjak vékonyka falat nem nyújtotta elegendő biztonságot. Nem mert elaludni. Egyszer csak a jól ismert, sóhajtásszerű hanggal kinyílt a kocsi jobb oldali ajtaja. Péli érezte a beáramló hideg, párás levegőt, a nedves növények olaj és kárpitszaggal elegyedő illatát, amely a városra emlékeztette. – Vajon viszont láthatja még valaha a várost? Kinyitotta a szemét, és furcsa érzése támadt, amikor megpillantotta a rábámuló robotarcot. Mintha oldalra úszott volna, annak ellenére, hogy mozdulatlannak látszott. Béli egészen beleszédült. A robot nagyobb volt, mint azok, amelyekkel Béli eddig találkozott. Alakja mély fekete árnyékként rajzolódott az amúgy is sötét háttér elé. Ügyesen mozgott és udvariasan beszélt. Elnézést, uram! Volt az öntársaságában két robot. Elmentek, rebegte Béli, és megpróbált olyan betegnek látszani, amilyennek csak tudott, már közben észrevette, hogy ez nem kerül különösebb erőfeszítésébe. Félig lehúny szemhéján keresztül is látta, hogy fény villan az égbolton. Elmentek? Hová mentek, uram? Az idegen robot elhallgatott, nyilván válaszra várt, aztán újabb kérdést intézett Bélihez. Uram, ön beteg? A nyomozó némi elégedettséggel vette tudomásul, hogy még mindig képes gondolkodni. A robot nyilván rögtön felfigyelt volna az ő látható rosszul létére, ha nem kap határozott utasítást valamely más feladat elvégzésére. Az, hogy előbb a robotok hol léte felől érdeklődött, és csak utána foglalkozott Béli egészségi állapotával, arra utalt, hogy fontos küldetésben jár, és a robotokkal van valami dolga. Ez alátámasztotta béli elképzelését. A nyomozó most erősnek és egészségesnek próbálta mutatni magát. Ez már nem volt olyan könnyű. Jól vagyok, ne törődj velem. Szavai nyilván nem győztek volna meg egy szokványosan programozott robotot, ezt viszont kizárólag Dénijel érdekelhette, mert belenyugodott a ténybe. Hová mentek a robotok, uram? kérdezte megint. Vissza a robotikai intézetbe. Az intézetbe? Miért, uram? Amadíró mester robot szakértő hívására. Ő parancsolta meg nekik, hogy forduljanak vissza. Én majd itt megvárom őket. Ön miért nem ment velük, uram? Amadíró mester robot szakértő nem akarta, hogy esetleg bajom essen a viharban. Azt parancsolta, hogy várakozzak itt. Én Amadíró mester robot szakértő parancsát követem. Béli remélte, hogy a tekintét parancsoló név és rang ismételgetése, valamint a parancsszó többszöri említése megfelelő hatást gyakorol a robotra, aki így békén hagyja őt. Másrészt Béli attól tartott, hogy mivel a robotok megtudták, hogy Déniel már útban van az intézet felé, az eredeti parancs veszített az erejéből, és mégis ővele fognak behatóbban foglalkozni. Talán azt fogják mondani, hogy én azért úgy látom, uram, hogy ön még sincs egészen jól, szólalt meg abban a pillanatban a robot. Béli most is örült egy kicsit annak, hogy nem hagyta el még a józan Jól vagyok, jelentette ki Kurtán. Amikor néha egy-egy villám megvilágította a tájat, pillanatokra újabb robotarcok tűntek elő beszélgető társa mögött, de nem tudta megszámlálni őket. Aztán a szeme lassan hozzászokott a tartó sötétséghez, és akkor már az ő halvány fényjel izzó szemüket is látta. Elfordította a fejét. A baloldali ajtó zárva volt ugyan, de a mögött is robotok álltak. Hányat küldhetett Amadíró? Vajon szükség esetén erőszakhoz is folyamodhatnak, hogyha visszavigyék őket az intézetbe? Amadíró mester robot szakértő azt parancsolta, hogy a robotjaim térjenek vissza az intézetbe, én pedig várjak itt mondta Béli. Láthatod, hogy ők már el is mentek, én meg várakozom. Ha azért küldtek titeket, hogy segítsetek nekik, a járművetek is itt van, keressétek meg, és szállítsátok el őket. Ez a légpárnás autó már nem működőképes. Megpróbált határozottan fellépni, mint a kitűnő egészségnek örvendene. Nem nagyon sikerült. Gyalog indultak vissza, uram. Keressétek meg őket, rendelkezett Béli. Ez parancs. A robot tétovázott. Egyértelműen tétovázott. Bérinek végre eszébe jutott, hogy meg kellene mozdítania a jobb lábát. Remélte jó csinálja. Előbb kellett volna megtennie, de testrészei nem engedelmeskedtek az agyából érkező parancsnak. A robot továbbra is habozott, és ez már komolyan aggasztotta Bérit. Tisztában volt azzal, hogy mivel ő nem űrlakó, valószínűleg nem a helyes szavakkal, a megfelelő hangsúlyjal, az előírt hangnemben adta ki a parancsot, ezért nem érte el a kívánt hatást. Egy gyakorlott robot szakértő egyetlen mozdulattal, egyetlen szemöldök rándítással úgy képes irányítani a robotjait, mintha azok már jonet bábok lennének, különösen akkor, ha ő maga tervezte őket. De Béri csak egy földlakó összeráncolta a homlokát, eléggé nyomorultul érezte magát, úgyhogy nem volt nehéz megtennie. Fáradtan elsuttogta, hogy indulás, és még a kezével is intett hozzá. Talán éppen ez hiányzott ahhoz, hogy az utasítás hatékony legyen. Vagy most telt el az az idő, amely alatt a robotok pozitron tekervényeiben mérlegelték a pró és kontra érveket, és a három törvényel összhangban eldöntötték, miként teljesítsék a kapott parancsot. Minden esetre döntöttek, és egy percet sem tétováztak tovább. Úgy megindultak járműveik felé, bár Béli nem tudta, milyen járművekkel érkeztek, és hogy hol parkolnak a gépeik, hogy jóformán köddé váltak. A jobboldali ajtó magától kezdett becsukódni. Béli gyorsan az útjába tette a lábát. Felmerült benne, hogy az ajtó lemecheti a végtagját, és pozdorjává zúzhatja a csontjait, de nem visszakozott. Csak nem terveznek olyan járművet, amelyben ilyen baleset előfordulhat. Megint egyedül volt. Sikerült rávennie a robotokat arra, hogy magára hagyjanak egy nyilvánvalóan beteg embert, mert ügyesen kihasználta egy szakember által betáplált parancs erejét. A robotok gondolkodásában annyira központi szerepet kapott a második törvény, hogy Béli a saját átlátszó hazugságaival is rá tudta bírni őket az első törvény figyelmen kívül hagyására. Béli némi önelégültséggel vette tudomásul a sikert. Észrevette, hogy még mindig nyitva áll a jobb oldali ajtó. A nyílásba éket lábával tartotta, és egy karcolás sem esett rajta. Hűvös légáramlatok cirógatták Béli lábát. Hideg vízcseppek fröcsköltek rá. Félelmetes, különleges érzés volt, de nem hagyhatta becsukodni az ajtót, mert akkor nem tudta volna újra kinyitni. Vajon a robotoknak hogyan sikerült? Az aurórai kultúra ismerői számára nyilván nem jelenthet problémát egy ilyen művelet. Béli mégsem talált a könyvfilmben pontos utasítást arra, hogyan kell kinyitni egy közönséges légpárnás autó ajtaját. Ezek az auróraiak minden fontosat magától értetődőnek tekintenek. Azt hiszik, az ember úgy születik, hogy eleve tudja ezeket a dolgokat, noha elméletben mindenkit tájékoztatnak mindenről. Miközben ezen morfondírozott magában, megtapogatta a zsebeit, de már a zsebek helyét is nehezére esett megtalálnia. Nem odavarták őket ahová a földi ruhákon, ráadásul egytől egyig le voltak zárva, és Bélinek csak hosszas kísérletezés után sikerült rájönnie, milyen új mozdulatokkal lehet kinyitni. Most előhúzta a zsebkendőjét, összegyúrta, beékelte az ajtónyílásba, aztán kihúzta a lábát a résből. Elhatározta, ha tudja, végig gondolja teendőit. Először is csak akkor érdemes nyitva tartania az ajtót, ha ki akar szállni. De annak vajon lenne -e értelme? Ha türelmesen vár a helyén, Zsizkár előbb vagy utóbb visszatér és biztonságos helyre vezeti. Azt kérdezte magától, megvan-e a bátorsága ahhoz, hogy ott maradjon és várakozzon. Nem lehet megjósolni, mennyi időbe telik Zsizkárnak biztonságba helyezni Dénielt és visszatérnie. De az sem, mennyi idő alatt jönnek rá az üldöző robotok arra, hogy Giscard és Daniel valójában nincs úton az intézet felé. Mert Béli teljesen lehetetlennek tartotta azt, hogy robotjai éppen az intézet irányába indultak volna el menedéket keresni. Bár nem mondta nekik, hogy ne tegyék. Mi van akkor, ha arra vezet az egyetlen olyan út, amelyel érdemes megpróbálkozni? Nem, az lehetetlen, Béli hevesen megrázta a fejét, amikor erre a lehetőségre gondolt. Erre a mozdulatra aztán fájdalom nyilalta a fejébe. Kezét a fülére szorította és összezárta a fogait. Meddig folytatják az üldöző robotok a keresést, mielőtt rádöbbennek, hogy Béli félrevezette őket? Vagy azt fogják feltételezni, hogy magát Bélit is félrevezették? és ha eljön ennek az ideje, akkor vajon visszatérnek hozzá, hogy fogjul ejtsék őt nagyon udvariasen és figyelmesen, annélkül, hogy bántalmaznak? Vagy leszerelheti őket azzal az érvel, hogy meghal, ha kiviszik a viharba? Innének neki? Vagy felhívnák az intézetet és jelentést tennének a helyzetről? Az utóbbi megoldása valószínű. És akkor emberek jönnének érte? Az emberek már biztosan nem lennének tekintettel az egészségi állapotára. Ha most kiszáll és elrejtőzik a közeli fák között, üldözői nyilván nehezebben találnak rá. Azzal pedig időt nyerhet. Igaz, Zsiszkár is nehezebben tudná csak megtalálni, de Zsiszkár nyomatékosabb utasítást kapott az ő védelmére, mint az üldözők a megkeresésére. Egyébként is, Zsiszkár elsősorban őt, az intézeti társaság pedig főként Déniát fogja keresni. Mi több, mag maga Fasztorf programozta, és bármilyen ügyes is amadíró a szakértelme bizonyára elmaradt Fasztorfé mögött. Ha mindezek a tényezők egyenlő súlyjal esnek latba, akkor valószínűbb, hogy Zsiszkár előbb fogja megtalálni őt, mint a többiek. De vajon helyese az érvelése? Megpróbált cinikus lenni. Kimerült vagyok, mondta magában. Nem tudok tiszta fejjel gondolkodni. Csak elkeseredésemben kapaszkodom bele minden olyan lehetőségbe, mely pillanatnyi vigaszt nyújthat. Az esélylatolgatás után mégsem tehet mást, mint hogy kockáztat. Neki az ajtónak, és kilépett a szabadba. A zsebkendő leesett a nedves fűbe, és ő automatikusan lehajolt érte, hogy felvegye. A vizes ronydarabbal a kezében tántorogva vágott neki a pusztaságnak. Szinte útját állta a kezét és arcát áztató zuhatag. Pillanatok alatt minden ruhadarabja nedvesen tapadt a testéhez. Minden tagjában reszketett a hidegtől. Ekkor cirkalmas, fényes repedés nyílt az égbolton. Túl gyorsan történt ahhoz, hogy lehunyhatta volna a szemét. Aztán olyan hangosan dördült meg az ég, hogy félelmében összerázkodva a fülére tapasztotta a kezét. Visszatért a vihar? Vagy most csak azért hallatja hangosabbnak, mert kint van a szabadban? Minden esetre mozdulnia kell. El kell távolodnia az autótól, hogy üldözői ne is találhassanak rá túl könnyedén. Ha tétovázi és a jármű közelében marad, nem is volt érdemes kiszállnia. Akkor most már a kocsiban ülve, száraz bőrrel is várhatná a végzetét. Megpróbálta letörölni az arcát a zsebkendővel, de az ugyanolyan vizes volt már, mint a ruhái. Elhajította, mivel többé nem tudta hasznát venni. Előre nyújtott karral, tovább tapogatódzott előre. Van holgya az aurórának? Úgy rémlett, hallott valami ilyesmit. Most igazán jól jönne egy kis holdfény. Persze, hiába is lenne teli hold, ha egyszer a vastag felhőtakaró eltakarja a szeme elől. Valami sziládat tapintott a keze. Nem látta, csak sejtette, hogy egy fatörshöz ért. Igen, kétség kívül fa lehet. Ennyit még egy szíti lakó is meg tud állapítani. Aztán eszébe jutott, hogy a villám belecsaphat a fába, az pedig az életébe kerülhet. Nem emlékezett arra, hogy valaha is olvasott volna arról, milyen érzés, amikor valakibe belecsap a villám, és létezik-e valamilyen módszer a védekezésre. A Földön nem ismert olyan embert, akibe villám csapott volna. Rosszat sejtve, rettegve indult tovább, hogy megkerülje a fát. Vajon hány lépés után kerüli meg, miután változatlan irányba folytathatja az útját? Maga mögött hagyta a fát. Sűrű, csak nem áthatolhatatlan ajnövényzetben gázolt. Aztán egyszer csak úgy érezte, csontos újak markolásszák a lábszárát. Idegesen elrántotta a lábát. A következő pillanatban már szakadt is a ruhája. – Gyerünk tovább! Vacogtak a fogai. Egész testében remegett. Újabb villámlás. Az erős fényben egy pillanatra meglátta, hol jár. Fák. Sok-sok fa egy egész kis liget. Vajon villámláskor több fa nagyobb veszélyt jelente, mint egy? Ki tudja. És ha nem ér hozzá a fatörzsekhez, akkor talán nem fenyegeti veszély? Erre sem tudott válaszolni. A Cityben az embernek nem kellett számolnia a villámcsapás veszélyével, a történelmi regények és a mesék pedig sohasem bocsátkoztak részletekbe. Felnézett a sötét égre, aztán csuron víz kezével megtörölte nedves szemét. Tovább támolygott. Igyekezett minél magasabbra emelni a lábát. Egy helyütt keskeny patakba toccsant, és elcsúszott a felszín alatti kavicsokon. Furcsa, miután feltápászkodott, semmivel sem érezte vizesebbnek magát, mint esés előtt. Újra neki indult. Üldözői most már biztosan nem fognak rátalálni. És Zsizkár? Béli nem tudta, hogy hol jár és merre tart. Képtelen lett volna visszatalálni az autóhoz, de persze eszébe se jutott, hogy vissza kellene mennie. Zsiskár helyében nem tudta volna megtalálni a viharban csatangoló önmagát. Talán az idők végezetéig tart ez a vihar. Fel fogja oldani a testét, kis béli patakok csordogálnak majd a környéken, és soha senki se fogja őt megtalálni. A feloldott molekulái pedig meg sem állnak az óceánig. Van egyáltalán óceán az aurórán? Persze. Nagyobb is a föld óceánjainál. Igaz, hogy itt a sarkoknál több a jég. Akkor az a valami, ami a testéből maradt, elfolyik egészen odáig, és belefagy a jégbe. Hogy fog csillogni a hideg narancsárga napfényben? Megint fát tapintott a keze. Vizes a keze, vizes a fa, dörög az ég. Furcsa, villámlás nem látott, pedig a dörgés előtt villámlani szokott. Most érte volna őt a villámcsapás? Aztán nem érzett már semmit, csak a kemény földet. A talajnak alól kellett lennie, mert hideg sárba fúródtak az ujjai. Elfordította a fejét, hogy lélegezni tudja. Egészen kényelmes így. Nem kell többet gyalogolnia. Majd itt várakozik. Zsiszkár rá fog találni. Hirtelen nagyon biztos lett a dolgában. Zsiszkár mindenképpen meg fogja őt találni, mert elfelejtette miért. Már másodszor felejt el valami fontosat. Először akkor, mielőtt elaludt. Vajon most is ugyanaz jár a fejében? Pontosan ugyanaz? Nem számít. Rendbe fog jönni minden. Zuhogott az eső. Béli pedig magára hagyatva eszméletlenül hevert egy fatövében, és a vihar tovább tombolt. Megint Grédia! Utólag visszagondolva, Béli úgy érezte, legalább tíz, legfeljebb húsz percig lehetett eszméletlen. Akkor viszont nem tudta egy másodpercig, vagy végtelenül sokáig tart -e ez az állapot. Amikor magához tért, egy hangot hallott. A szavak nem jutottak el a tudatáig. Először nem értette, miért olyan furcsa az a hang, de aztán rájött. Örömmel állapította meg, hogy egy nő beszél. Valaki átölelte és felemelte. Egy kar erőtlenül csüngött lefelé, az ő saját karja. A fejét sem tudta megtartani. Megpróbált felegyenesedni, semmi eredmény. Aztán újra hallotta a női hangot. Fáradtan kinyitotta a szemét. Fázott és nedvesnek érezte magát. Rádöbbent, hogy nem zuhog már az eső, és nincs teljesen sötét. Egy robot arcát látta a homályban. Felismerte. Zsizkár, suttogta, és erről eszébe jutott a vihar és az utazás. Zsizkár talált rá elsőként a robotok közül. Tudtam, hogy így lesz, gondolta Béli elégedettem. Hagyta, hogy lecsukódjon a szeme. Érezte, hogy gyorsan halad, és a jól érzékelhető enyhe arra következtetett, hogy valaki cipeli őt. Az illető egyszer csak megállt, és letette Bélit valamilyen meleg, puha anyagra. A nyomozó tudta, hogy egy autó ülésén fekszik, de nem gondolkozott azon, miből jött rá. Aztán puhán szálltak a levegőbe, és közben valamilyen szövet ért az arcához és a kezéhez. Felitatták a testéről a nedvességet. Amikor feltépték az ingét, előbb hideg levegő, majd megint csak száraz kötöző anyag érte a melkasát. Ezt követően ömlesztve jöttek az újabb élmények. Egy házban volt, Falak, fények és tárgyak, különféle bútordarabok villantak fel előtte, amikor néha-néha kinyitotta a szemét. Módszeresen levet köztették. ő is próbált segíteni, de hiába. Nem volt erő a tagjaiban. Aztán meleg víz érte a testét, és valaki hosszan, erőteljesen dörzsölni kezdte a bőrét, ő pedig nem akarta, hogy abba maradjon a dörzsölés. Egyszer csak átvillant az agyán egy gondolat, mire gyorsan megragadta a testét ölelő kard. Ciszát! Itt vagyok, uram, hallotta a zsizkár hangját. Szkár, Déniel biztonságban van? Tökéletes biztonságban, uram. Jól van. Béli ismét lehunyta a szemét, és hagyta, hogy tovább szárítgassák, forgassák a testét a száraz levegő áram útjában. Végül valami meleg félébe bújtatták. Ez aztán a luxus. Béli csecsemőkora óta nem részesült ilyen bánásmódban, és egyszerre sajnálni kezdte a kisbabákat, amiért nincsenek tudatában annak, milyen jó dolgok van. Vagy talán mégis, talán a csecsemőkori jólét emléke befolyásolja a felnőttkori viselkedést, és ő is csak azért olyan boldog most, mert újra csecsemőnek érezheti magát. Egy női hangot hallott az előbb. Az anyja hangját? <laughs> nem, az lehetetlen. Mama, Béli egy széken ült. Ennyit fel tudott már fogni, és azt is érezte, hogy az újra átélt rövid és boldog csecsemőkor hamarosan véget ér. Neki pedig vissza kell térnie a tudat és az önellátás szomorú világába. De mégiscsak hallotta egy nő hangját. Ki lehetett az? Kinyitotta a szemét. Lédia. Béli nem lepődött volna meg, ha igenlő választ kap a kérdésére. Visszagondolva megállapította, hogy már jóval előbb felismerte a nő hangját. Körülnézett. Zsiszkár ott állt a fal mélyedésben, de Bélit nem törődött vele. Fontosabb dolga is volt. – Hol van Déniel? – kérdezte. Glédia válaszolt. – Tisztálkodott és megszárítkozott a robotoknak fenntartott épület szárnyban. Most már száraz ruha van rajta. A házi szolgáim viselik a gondját. Egyébként megkapták a megfelelő utasításokat. – Biztos lehetsz benne, hogy mindannyian tudni fogunk róla, ha egy idegen akár csak ötven méterre is megközelíti a házat. – Zsizkár is tiszta és száraz. – Azt látom, – mondta Béli. Nem érdekelte Zsizkár, csak déni jellel foglalkozott. Örült, hogy Glédia is belátta, mennyire fontos, hogy vigyázzanak a robotra, és neki nem kell bonyolult magyarázkodásba bocsátkoznia. Valami mégis nyugtalanította. Egy kicsit nyafogósan kérdezte. – Glédia, miért hagytad magára? Miután elmentél, egyetlen emberi lény sem maradt mellette, aki megakadályozhatta volna, hogy idegen robotok kerüljenek a közelébe. Jó, hogy nem hurcolták el erőszakkal. Badarság, tiltakozott Glédia hevesen. Nem sokáig voltunk távol, és előre értesítettük dr. Fasztolfot. Több robotja is csatlakozott az enyémhez, és szükség esetén ő maga is percek alatt ide tud érni. Szeretném én látni azokat az idegen robotokat, akik ellenállást mernek tanúsítani vele szemben. Glédia, láttad már Dainielt, mióta visszajöttél? Persze, elhiheted, biztonságban van. Köszönöm. Béli végre lazíthatott egy kicsit. Lehunyta a szemét. Furcsa, de az jutott az eszébe, hogy nem is volt olyan szörnyű ez az egész. Hát persze, hogy nem, hiszen végül is túlélte. Amikor erre gondolt, titkon elmosolyodott és boldognak érezte magát. <laughs> Elvégre túlélte. Aztán kinyitotta a szemét és megkérdezte Glédiától. – Hogyan találtatok rám? – Zsiszkár talált meg. Ide jöttek mind a ketten, és Zsizkár gyorsan elmagyarázta a helyzetet. Biztonságba helyeztem Dénielt, aki addig moccanni sem akart, míg meg nem ígértem neki, hogy rögtön kiküldöm érted Zsiszkárdot. Dénia nagyon ékes szólóan beszélt, Rettentően nagyra becsült téged, Láj. Tehát Déniel itt maradt. Nagyon bánkódott, hogy nem mehet ki. Zsizkár azonban ragaszkodott hozzá, hogy Déniel a leghatározottabb tiltóparancsot kapja. De Zsizkár is elképesztően szigorú utasításokat kaphatott tőled. Aztán értesítettük dr. Fasztolfot, és elindultunk a légpárnás autómmal. Béli fáradtan ingatta a fejét. Nem lett volna szabad velük tartanod, Glédia. Itt kellett volna maradnod, hogy gondoskodj Déniel biztonságáról. Glédia megvető ajkbigyeztéssel kérdezte. Azzal a tudattal, hogy te ott veszthetsz a viharban, vagy rá találhatnak Fasztolf ellenségei? Meg is lett volna magamról a véleményem. <laughs> nem, iláj, szükség lehetett rám, hogy elküldjem az idegen robotokat, ha ők találnak rád előbb. Lehet, hogy nem sok mindenben tudom hasznosá tenni magam, de egy valamiről biztosíthatlak. Egy szoláriéi könnyedén el tud bánni egy pár robottal. Nagy gyakorlatunk van-e térem? De hogy találtatok meg? Nem volt túl nehéz, nem volt messze az autód. Ha nincs az a vihar, akár gyalog is mehettünk volna. Vagyis majdnem eljutottunk Fasztóf házáig? kérdezte Béli. Igen, két eset lehetséges. A vandálok nem tudtak akkora kárt tenni az autóban, amekkorára számítottak, vagy Zsiszkárt volt ügyesebb, mint gondolták, és valamivel tovább tudott haladni. Minden esetre nagy szerencsétek volt. Ha az intézethez közelebb robbantok le, minnyájotokat elfoghattak volna. Szóval az én autómmal hajtottunk oda. Zsiszkár persze tudta, merre kell mennünk. Kiszálltunk, és... És csurom vizes lettél, igaz, Glédia? Szó sincs róla, felelte a nő. Egy nagy esernyőt és egy világító gömböt is vittem magammal, Igaz, a cipőmet összesároztam, és vizes lett egy kicsit a lábam, mert nem volt időm befújni latexel. De ebből semmi bajom sem származik. Hm. Szóval nem egészen fél órával azt követően, hogy Zsizkár és Daniel magadra hagytak, megérkeztünk az autóhoz. De téged persze nem találtunk már ott. Megpróbáltam. Igen, tudjuk. Már azt hittem, hogy az idegen robotok hurcoltak el, ugyanis Zsizkár elmondta, hogy üldöznek titeket. De aztán Zsizkán az autótól úgy 50 méterre megtalálta a zsebkendődet, és megállapította, hogy nyilván abban az irányba kóborolhattál el. Szerinte nem cselekedtél észszerűen, de hát az emberek gyakran tesznek észszerűtlen dolgokat. Tehát elindultunk a keresésedre. Mind a ketten. Én a világító gömbömmel, de végül ő talált rád. Azt mondta, a tested infravörös sugárzására lett figyelmet. Egy fatövében hevertél. Honnan szállítottunk vissza? Miért nem volt észszerű kiszállnom? kérdezte Béli egy kicsit bosszúsan. Ezt nem fejtette ki zsiskár, meg akarod tőle kérdezni? Glédia a robotra mutatott. Nos, zsiskár? Érdeklődött Béli. A robot abban a pillanatban megmozdult, és Bélire irányította a tekintetét. Úgy érzem, feleslegesen ment ki a viharba. Ha a kocsiban maradt, hamarabb be tudtuk volna hozni ide. De lehet, hogy a többi robot előttetek talált volna rám. Ez is megtörtént, uram, de ön elküldte őket. Ezt honnan tudod? Az autó mindkét ajtaja mellett számos robot találtam, az utas térben viszont semmi sem volt nedves, pedig óhatatlanul víz került volna be, ha a robotok kinyitják az ajtót, hogy kiemeljék önt. Gondolom, uram, ön számtából nem szállt volna ki, hogy velük menjen. Miután elküldte őket, nem kellett volna attól tartania, hogy egy hamar visszatérnek, hiszen az ön megítélése szerint valójában Démielt keresték. Mi több, bízhatott volna abban, hogy én pillanatokon belül megérkezem. Én is pontosan így okoskodtam, motyogta Béli. Csak gondoltam, nem árt, ha még jobban összezavarom őket. Azt tettem, amit a legjobbnak láttam, és így is megtaláltál. Valóban, uram. De miért idehoztál? kérdezte Béli. Ha közel voltunk Glédia házához, akkor legalább olyan közel lehettünk dr. Fasztolféhoz is. Nem egészen, uram. Valamivel közelebb voltunk ehhez a házhoz, és a parancs erőssége alapján úgy ítéltem meg, hogy minden perc számít, hiszen Déniel biztonságáról van szó. Béli bólintott. Még mindig bosszantotta az, hogy a robot észszerűtlennek minősítette a tettét. Ezért mogorván felelt. Helyesen cselekedtél, zsizkár! – Fontos, hogy beszélj doktor Fasztófal, Iláj? kérdezte Glédia. Mert ha igen, akkor ide hivathatom, vagy távnézőn is beszélhetsz vele. Béli megint hátradőlt a széken. Volt ideje belátni, hogy lassan forog az agya és fáradt. Nem lenne jó most találkozni Fasztolfa. Inkább majd holnap reggel, reggeli után beszélek vele, mondta. Lesz lá elég idő. És azt hiszem a robotikai intézet vezetőjével, Kelden Amadíróval is fogok találkozni, meg azzal a nagy főnökkel. Hogy is hívják? Igen, az elnök. Azt hiszem, ő is ott lesz. Szörnyen fáradtnak látszol, Ilai. Nálunk szerencsére nincsenek olyan mikroorganizmusok, bacillusok, meg vírusok, mint nálatok a földön, úgyhogy nem kaphattál el semmilyen fertőző betegséget, de nyilván nagyon elfáradtál. Mindezek után nem fázom meg, nem kapok influenzát, és nem kapok tüdőgyulladást. <hih> nem is olyan rossz egy ilyen űrlakó világ, gondolta Béli. Nem tagadom, hogy fáradt vagyok, feleltem, de egy kis alvás segíteni fog. És nem vagy éhes? Vacsora idő van. Béli elfintorodott. Mm, nincs étvágyam. Rosszul teszed, ha koplasz. Persze nem valami nehéz ételt javaslok. De mit szólnál például egy kis melegleveshez? Az jót tenne. Béli alig tudta megállni, hogy el ne mosolyodjék. Glédia ugyan szoláriai, de ebben a helyzetben éppen úgy viselkedik, mint egy földi asszony. Bizonyára az aurórai nők is ilyenek, gondolta a nyomozó. Néha teljesen elmosódnak a kultúrák közti különbségek. – Van készen leves? – kérdezte Béli. – Nem szeretnék a terhedre lenni. – Nem vagy a terhemre. Van személyzetem. Igaz, nincs olyan sok alkalmazottam, mint a szolárián, de elegem vannak ahhoz, hogy pillanatok alatt elkészítsenek bármilyen ételt. Te csak maradj a helyeden, és mondd meg, milyen levest kérsz. A többit bíz csak rájuk. Béli nem tudott ellenállni a kínálásnak kaphatok egy kis csirke húslevest? – Természetesen – felelte Glédia, majd ártatlan arccal hozzátette. – Magam is ezt akartam javasolni. Sok hússal, hogy jó kiadós legyen. Valóban meglepően hamar elkészült az étel. Amikor az asztalra tették a tálat, Béli megkérdezte Glédiától. – Te nem eszel? – Már ettem mi alatt téged megfürdettek és megkezeltek. Hogy, – hogy megkezeltek? – csak egy biokémiai rutinkezelésnek vetettek a lájláj. Lelki sérüléseket szenvedtél, és meg akartunk óvni a kellemetlen utóhatásoktól. Nyugodtan láss hozzá! Béli kísérletképpen a szájához emelt egy kanálnyi levest. Nem volt rossz íze, bár ő ezt is, mint általában az aurórai ételeket, túl fűszeresnek találta. Persze az is lehet, hogy egyszerűen csak szokatlan fűszerekkel ízesítették. Az anyja jutott az eszébe. A hirtelen felvillant emlékében az asszony fiatalabb volt, mint ő most. Ott állt mellette, ő pedig nem akarta megenni a mama finom levesét. – Gyerünk, láj! – mondogatta ilyenkor az anyja. – Egy igazi csirke? Nagyon drága volt, még az üllakok sem esznek ennél különbet. És a mamának igaza volt. Most annyi év után igazat kellett adnia -e neki. Tényleg nem esznek különbet. Sőt! Ha bízhatott az emlékeiben és ifjú ízlelő bimbójának ítélő képességében, az anyja levese, míg a gyakori ismétlődés unalmassá nem tette, sokkal jobb volt, mint ez. Béli mohon kanalazta az ételt, és amikor az utolsó csepp is elfogyott, szégyelősen megkérdezte. – Kérhetnék még egy kicsit? – Amennyit csak akarsz, Iláj. – Csak még egy keveset. Amikor Béli jól lakott, Glédia komolyabbra fordította a szót. – Iláj, az a hónap reggeli találkozó. – Igen, Glédia. – Azt jelenti, hogy vége a nyomozásnak? Már tudod, mi történt Janderrel? – Van elképzelésem arról, mi történhetett vele, felelte Béli megfontoltam. – Abban már nem vagyok olyan biztos, hogy mást is meg tudok majd győzni az igazamról. – Akkor miért hívtál össze annyi embert? – Nem az én ötletem volt, Glédia. Amadíró mester agyában született meg, ő ellenzi a nyomozást, és vissza akar zavarni engem a földre. Ő rongálta meg az autódat, és ő akarta elroboltatni Dénielt a robotjaival? Azt hiszem, igen. Nem lehetne ezért bíróság állítani és megbüntetni? Dehogy is nem, felelte Béli fájdalmasan. Csak az a bökkenő, hogy semmit sem tudok rábizonyítani. És lehet, hogy meg fogja úszni ezt az egészet? Sőt, még azt is eléri, hogy leálljon a nyomozás? Azt hiszem, jó esélye van erre. Ahogy ő maga mondja, aki nem számít igazságtételre, az megkíméli magát a kiábrándulástól. De hát ezt nem teheti meg. Nem engedheted, hogy itt történjen. Be kell fejezned a nyomozást, és fény kell derítened az igazságra. Béli felsóhajtott. Hm, és mi van akkor, ha nem sikerül? Vagy ha sikerül, de az emberek nem hisznek nekem. Te igenis ki tudod deríteni az igazságot, és el tudod hitetni az emberekkel? Megható, hogy ennyire bízol bennem, Glédia. De ha az aurórai törvényhozás vissza akar küldeni engem a Földre, és elrendelik a nyomozás lezárását, semmit sem tudok tenni. Biztos vagyok benne, hogy nem üres kézzel fogsz visszamenni? Persze, hogy nem. Sokkal rosszabbra számítok, Glédia. Annyit elérek, hogy tönkreteszem a magam és a Föld jövőjét akkor ne engedj nekik, Iláj! Szent Józafát, Glédia, én mindent megpróbálok, de nem tudom kimozdítani a sarkaiból a világot. Ne vágy tőlem csodát! Glédia bólintott, lesütötte a szemét, a szájához emelte az öklét, és mozdulatlanul ült a helyén, mintha erősen gondolkodna valamit. Béli csak jóval később vette észre, hogy Glédia hangtalanul zokog. Béli gyorsan felállt, megkerülte az asztalt, és odament Glédiához. Kisé dühösen konstatálta, hogy közben remeg a lába, és jobb combjában enyhén ránk izom. – Glédia, ne sírj! – Ne a iláj, mindjárt elmúlik! – suttogta a nő. Béli tehetetlenül álltott, és tétován Glédia felé nyújtotta a kezét. – Nem érek hozzád! – mondta. – Nem hiszem, hogy helyes lenne, de… Oh, – Ó, Iláj, érincs meg! Érincs meg! – nem féltem a testem, és úgy kaphatok el tőled semmilyen fertőzést. Nem vagyok már olyan, mint ré rég. Erre Béli kinyújtotta a kezét, megérintette Glédia könyökét, és gyengén, ügyetlenül végig simította az ujja végével. Glédia, holnap mindent megteszek, ami tőlem telik. Megpróbálom a lehetetlent. Glédia felállt, Bélihez fordult és felsóhajtott. Ó, oh, Eli! Béli szinte nem is tudta, mit tesz. Automatikusan kitárta a karjait. Glédia éppen olyan önkéntelenül odabújt hozzá. Béli pedig átölelte őt. Glédia a férfi melkasára hajtotta a fejét. Billy olyan gyengéden szorította, ahogy csak tudta, és várta, hogy Glédia felismerje. Egy földlakót tőle lát. Emberformájú robotot kétségkívül tartott már a karjai között. Földlakót viszont még soha. Glédia hangosan szipogott, és beszéd közben félig Béli ingébe temette az arcát. – Ez nem igazságos. Csak azért van így, mert szoláriai vagyok. Senkit sem érdekel igazán, hogy mi történt Janderrel. Bezzek, ha aurórai lennék. Az előítéleteik és a politikai nézeteik befolyásolják az embereket. Ebben a helyzetben Jessie bizonyára azt mondaná, hogy az űrlakók is emberek, gondolta Béli. Ha viszont Gremionis tartanák Lédiát a karjai között, ő azt mondaná, amit én fogok most mondani, csak tudnám, mi lesz az. Végül mégis megszólalt. Azért ez nem egészen így van. Biztos vagyok benne, hogy Dr. Fasztorfot érdekli, mi történt Janderrel. Dehogy érdekli. Valójában őt sem érdekli, csak növelni akarja befolyását a törvényhozásban, akárcsak Amadíró. A cél érdekében mind a ketten képesek lehettek feláldozni Jandert. Én megígérem neked, Glédia, hogy semmiért sem árulom el ezt az ügyet. Nem? És ha ők meg azt ígérnék neked, hogy visszamehetsz a földre, hogy ha el tudod felejteni a Yander ügyet, akkor töretlenül ível majd felfelé a karriered, és a bolygódat se büntetik meg, akkor mit tennél? Nincs értelme az ilyen lehetetlenséget feltételezni, felelte Béli. Ők semmit sem fognak felkínálni azért, hogy hagyjak fel a nyomozással a Jander ügyben. Csak megpróbálnak majd visszaküldeni, és nekem is meg a világomnak is csupa rosszat fognak ígérni. Ha viszont hagynak tovább dolgozni, megtalálom Jander gyilkosát, és arról is gondoskodom, hogy az illető elnyerje méltó büntetését. – Hogy érted azt, hogy ha hagynak? Kényszeríted őket? Béli keserűen elmosolyodott. Most mondtad, hogy azért nem érdekled az auróraiakat, mert a szoláriáról jöttél. Mit gondolsz, mennyit adnak akkor egy földlakó véleményére? Abban a pillanatban, amikor kimondta magáról, hogy földlakó, el is felejtette a tényt, és még szorosabban ölelte magához a nőt. Azért meg fogom próbálni, Glédia. Nincs értelme hiú reményeket táplálni, de tudok már egyet mást. Meg fogom próbálni. Elhallgatott. Folyton csak azt hajtogatott, hogy próbálkozni fogsz, panaszolta Glédia, de sohasem árulod el, hogyan. Egy kicsit eltolta magától a férfit, hogy a szemébe nézhessen. Hát, lehet, hogy... kezdte Béli zavartan. Megtalálod a gyilkost? Valami ilyesmi. Glédia, kérlek, engedj most leülni. Béli az asztalra támaszkodott. – Mi a baj, Iláj? – kérdezte a nő. – Nehéz napon volt, és azt hiszem, nem sikerült még teljesen magamhoz térnem. – Akkor jobb lesz, ha elmész aludni. – Az igazat megvalva, Glédia, szívesen lefeküdnék. Glédia elengedte Bélit, és aggodalmas tekintettel nézett végig rajta. Nem volt már könnyes a szeme. Felemelte a kezét, és tette egy gyors mozdulatot. Erre szinte azonnal robotok gyűltek Béli köré. Aztán végre eljött a régvárt pillanat, és Béli ágyba került. Amikor az utolsó robot is magára hagyta, belebámult a sötétbe. Nem tudta megállapítani, esik-e még odakint, nem tudta, átszikázni e még néha egy-egy álmos kósza az égbolton. A mennydörgés minden esetre abba maradt. Nagyot sóhajtott, és a glidiának tett ígéretére gondolt. Bajom, mi lesz holnap? Bukással zárul az utolsó felvonás? Béli az álom és az ébrenlét határán lebegett, és arra a hihetetlen megvilágosodásra gondolt, melyet elalvás előtt tapasztalt. Már két alkalommal kigyúlt agyában az a furcsa, belső fény. Tegnap ugyanígy elalvás előtt, és ma, késő délután, amikor a viharban egy fa alatt elveszítette az eszméletét. Mindkétszer az eszébe jutott valami fontos, ami eloszlatta gondolkodásában a homályt, ahogy a villám az éjszakai sötétséget. És nem is tartott tovább az egész, mint a villámlás. Vajon mi volt az, és fogja még tapasztalni ezután is? Ezúttal tudatosan próbálta nyomára bukkanni. Igyekezett megragadni a mindenáron szökni akaró igazságot. Vagy csak egy illúziót kerget? Talán éppen az észérvek menekülnek előle, és csak valami áligassággal kecsegtette magát, amelynek álságát a logikus gondolkodás képességének hiány képtelen volt felfedni. Nem tudta, miután kutat, aztán szép lassan abba is hagyta a keresést. Olyan volt ez, mintha az egyszarvút próbálná megtalálni egy olyan világban, amelyben nem léteznek csodalények. Nem esett viszont nehezére glédiára és az érintésére gondolni, a sejmes blúz alatt tapintható karcsú, törékeny karjaira és sima hátára. Vajon megmerte volna csókolni glédiát, ha nem remeg a lába a fáradtságtól? Vagy nem is szabad ilyesmire gondolnia? Arra lett figyelmes, hogy halkan, zihálva fújja ki tüdejéből a levegőt, és ez, mint mindig, most is idegesítette. Erőnek erejével felébresztette magát, és megint Glédia jutott az eszébe. Mielőtt elmegy innen, biztosan sikerül, de csak akkor, ha Glédia is jól jár vele. Talán ezt a hálát várja a szolgáltatásaiért. Megint hallotta a dörgést, de most már nem zavarta annyira a hang. Hm, Glédia. Soha nem hitte volna, hogy még egyszer látja az életben. Arról nem is szólva, hogy meg is érintheti és a karjai között tarthatta őt. És Béli most sem vette észre, éber gondolatai mikor csusszantak át az álombirodalmának határán. Még mindig ugyanúgy ölelte Glédiát, mint az előbb, de Glédiáról közben lekerült a blúz, és meleg és puha volt a bőre. Béli keze pedig lesiklott a hátán, végig simította a vállát, a bordáit. Teljesen reálisnak tűnt az egész, mintha valamennyi érzékszerve működött volna. Érezte Glédia hajának az illatát. Ajkán ott volt a bőre enyhén sós íze. És egyszer csak feküdtek mind a ketten. Béli nem tudta, most feküdtek-e csak le, vagy már a kezdet-kezdetén így ölelkeztek. És mi történt a fényjel? Érezte alul a matracot és felül a takarót. Látta a sötétséget, és Glédia még mindig a karjában hevert, és mezítelen volt a teste. Felriadt. Glédia? Valami megmozdult, és ő nem mert hinni a szemének. – Csit, Eli! – Glédia finoman a szájára tette az egyik kezét. – Ne szólj most semmit! Ilyen erővel akár azt is kérhette volna, hogy állítsa meg a vér áramlását az ereiben. – Mit csinálsz te itt? – kérdezte Béli. – Nem vetted észre, mit csinálok? Ide feküdtem melléd. – De miért? – Mert itt tartja kedvem. És Bélihez dörgölődzött. Egy ügyes mozdulattal szétnyitotta a férfi hálóingét rögzítő kapcsot. – Ne mozdulj, Iláj! Fáradt vagy, és nem szeretném, ha még jobban kimerülnél. Iláj fickándozó melegséget érzett a testében. Úgy döntött, nem kell megvédelmezni a nőt saját magától. – Annyira azért még nem vagyok fáradt, Glédia. – Nem, nem – parancsolta a nő szigorú hangon. – Pihenned kell. Azt akarom, hogy pihenj, és ne mozdulj. És mintha csak nyomatékot akarna adni az elhangzottaknak, béli szájára szorította az ajkát. A férfi ellazította az izmait, és egy pillanatra az a gondolat futott át az agyán, hogy most parancsnak engedelmeskedik, mert valóban fáradt, és inkább passzív, mint aktív részese szeretne lenni annak, ami következik. Egy kicsit szégyelte is magát, amikor rájött, hogy ezzel jelentősen csökken a bűntudata is. Már szinte hallotta, hogyan fog majd védekezni. – Nem tehetek róla – Glédia kényszerített. – Szent Józsefát, micsoda gyávaságról tesz tanú bizonyságot, és mennyire elviselhetetlenül megalázó ez a helyzet. De aztán ezek a gondolatok is tovaszáltak. Halk zene szólt, és valamelyes csökkent a szoba hőmérséklete. Eltűnt Béliről a takaró, és eltűnt róla a hálóruha is. Glédia a karját fogta, és puha testéhez szorította a fejét. Béli csodálkozva konstatálta, hogy Glédia mellett az a puhaság, a szája pedig éppen a kemény melbimbót érinti. Glédia halkan dúdolt a zene dallamára. Béli nem ismerte ezt az álmos, boldog dallamot. Glédia lassan ringatta őt, és közben az állát meg a nyakát szirógatta. Béli örült, hogy nem kellett tennie semmit, elengedte magát, és mindenben átadta neki a kezdeményezést. Nem ellenkezett, amikor Glédia vezetni kezdte a kezét, ott hagyta az ujjait, ahová Glédia tette őket. Nem segítette a nőt a kielégülésben, még akkor sem, amikor a csúcsra jutva tetőpontra hágott az ő izgalma is. Hagyta, hogy magával ragadja a gyönyör, hiszen nem is tehetett másképp. Glédia fáradhatatlannak látszott, és Bélinek eszébe se jutott megállítania. A szexuális élvezeten kívül megint feltört a korábbi kellemes emlék, a tökéletes luxus, a csecsemőkori passzivitás érzete. Végül elérkezett az a pillanat, amikor már nem fokozódhat tovább a férfi élvezete, és gléria sem volt képes többre. Béli bal vállára fektette a fejét, bal akarját a férfi bordáin nyugtatta, újai pedig gyengéden simogatták Béli rövid, göndör szőrrel borított melkasát. És mintha azt suttogta volna, hogy köszönöm, köszönöm. Ugyan miért hálálkodhat? bűnödött Béli. Szinte nem is vett már tudomást a nő jelenlétéről. A nehéz nap nagyon kellemesen ért véget, és az álom úgy szállt a szemére, mintha bájitalt volna vele. Érezte, hogy a tudata egyre mélyebbre húzódik vissza, hogy újjai egyre ernyettebben markolják a valóság sziklatömbjének peremét, és ő a közelítő nyugalom puha felhőrétegén keresztül lezuhan az álom óceán lomhán örvénylő mélységébe és zuhanás közben rátalált az a valami, amire ő minden igyekezete ellenére sem tudott rábukkanni. Harmadszor is fellebbent a függöny a múlt eseményei elől, és megjelent előtte mindaz, ami a földről való elindulása óta történt vele. Újra világos lett minden. Erőlködött, próbált megszólalni, hogy a saját fülével hallja, amit hallania kell, hogy rögzítse és tudatos gondolatainak részévé tehesse az tényeket de hiába kapaszkodott beléjük agya valamennyi csápjával, megint elillantak előle. Így tehát a második aurórán töltött nap is úgy végződött Béli számára, ahogyan az első.